FM-en. 6 óra múlt, 12 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Feri, hello, hello. Jó reggelt. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Méghozzá szerdán, kicsit hidegebben, mint amit eddig ezen a héten megszokhattunk. Kicsit. 0, mínusz 1, mínusz 2, hüvöske a reggel. Csalóka. Mínusz 3 volt. Igen. Kicsit szétfagytam a megállóban. Csalóka, mert hogy az ember egyébként azt gondolja, hogy süt a nap, meg világosodik, meg úgy, nem is annyira borús az ég, legalábbis itt Budapest felett nem. Aztán kilépsz, és érzed, hogy hát azért ez nem az, amit megszoktál. A héten legalábbis, nem? Igen, volt már jobb idő. Volt már jobb idő. Volt már jobb idő. Volt egyszer nyáron, olyan jobb volt. Igen. Szóval, hogy hideg van, tessék fölöltözni, de álltok, ez csak átmeneti. Hallottam itt... Akiért hozzám mondta, hogy lesz jobb. A dolgokat, hogy hát... Igen, hogy lesz jobb, igen. Igen. Uh-huh. Állítólag, de hát aztán a fene se tudja, hogy ez csak egy átmeneti. Átmeneti ide. Hát most már március van, ragyogó, jó idő volt. Igen. Tegnap is egész nap, igen. Csak a szél kicsit oda csapkodott, de milyen jó idő volt. Kijöttél mosolyogva a kecóba, és így odafagyott az arcodra. Érekérőszényre. Nem örülök annyira, csak öcsi, nem tudok, érted? Közel most lenni, mert ráfagyott az arcomra. De, bár, nézzünk ki az ablakon. Milyen világos van. Igen, ez továbbra sem tudom megszokni. Egyébként bár örülök neki, és baromi jó így elindulni már reggel, hogy ez nem töri magát össze minden lépten pillanatban, lépten nyomon, mert hogy mindig elég jön valami félbolond az autójával. Így legalább látod, és ki tud kerülni. Aha. Ma is volt baj rendesen az utakon, de ez nagyon pozitív, csak aztán majd lesz egy óra átállítás, és akkor újra visszamegyünk sötétbe, ugye? Hogy az úgy van, hogy akkor majd állítunk egy órát, és akkor majd visszasötétedünk még egy picit. Köszönjük, hogy a viszonylag jó kedvünket egy mondattal sikerült. Ha jó kedvetek volt, akkor sikerült széttörnöm. Na, mi újság van? Minden a legnagyobb rendben, de most, hogy így... olyan jó kedve jöttünk be. Beszéltünk már arról, hogy miért csinálják azt emberek, hogy ha valamit meg akarnak magukon csináltatni, akkor miért hívnak hozzá újságot? Szeretnék egy újabbat a mai... Na! No. Össze kéne szedni egyébként, kéne csinálni egy ilyen almanakot. Mai napi labból. Ne! Jézus Atya! Úristen! Ne bántsuk meg, megharagszik ránk megint, de... Hát most az aztán nagyon megráz engem. Há, jó, hát tudom, hogy te... Atya úr Isten, Fási Ádám a beavatkozás után, mondd kis kócos felirattal. A vizsgálat. A felesége miatt hajbeültetésre vállalkozott, és ez tök jó dolog, hogy az ember szereti a feleségét, és megtesz neki mindent, amit csak kér. De egyébként, ha jól emlékszem, akkor neki egy pár hónap ezelőtt volt egy másik jellegű beavatkozása is. Igen, náluk úgy látom, hogy ez így ilyen futószalagon működő projekt, tehát újabb és újabbak jönnek, de hát... Most mondjátok, hogy mondjam én. De szebb is lesz egyébként, egyre szebb is. Hát gyakorlatilag egy kórházi lepelben áll Fási úr az újság egyik oldalán, és mint akit összeborzolt az észak-keleti szél. Tehát azt nem értem, hogy mit ültet be, vagy ez már az utána? Mert van neki haja. Nem. Mert az, hogy összeborzolt, az egy dolog, nem az kevésbé megalázó szerintem, az, amikor egy fésűvel tetvészkednek a fejeden, és egy UV-lámpával megvilágítanak, és fekszel, mint egy sülcsirke egyébként a Tesco-ba 300 forintért. És éppen forgatni készülnek az olajban. Úgy nézek, és megvilágítnak egy ilyen UV-lámpával, és keresik a bőrödet, hogy hova kell majd beültetni, és mindez egyébként láthatóan nyomorúságosan fájdalmas fejjel tűröd, azért ez több mint kiszolgáltatott. Szóval, ébren van ott az Ádám. A hajhelyzet feltérképezése az orvos szépen megfésülte Ádámot. Jézus Isten, hogy ezt, a kis babát. Hogy ezt emberek egyébként tényleg miért állalják, ezt egyszerűen nem is értem. Ilyen sokba kerül ez, hogy nem tudja kiköhögni? Sok. Valószínűleg ott van az orvos neve, tehát valószínűleg bartereztek, persze. Hát figyelj, hogy valahogy nem akarja az ember magát látni, az ez. Nem? De mint egy ilyen évvégi, nagyon jól sikerült Fási mulató után, ezzel az arca kicsit ilyen üdöző, kicsit jó volt ez a tegnapi buli, érted, megint. Tényleg nem is értem egyébként, hogy erre miért van szükség, vagy hogy ez miért pont a Fási, aki aztán azért nem is ért megengedhetni magának, de tényleg komolyan, mert hol hagyja az ember a méltóságát, nem? És válogatsz ilyenkor a képek közül, hogy mi jelenjen meg? Tehát ott ülsz a képszerkesztőben, ugye? De várj, eleve hogy néz ki, fölhívod a bliket, és azt mondod, hogy jó napot, én Fási Ádám vagyok, a heti rovatvezető, lapszerkesztő, nem szeretnék. Parancsoljon, Fási úr,
megyek hajbeültetni, eljönnének velem. Ugye, tehát ezt fel kell ajánlanod az újságnak. Tehát felhívod az újságot, kázi, és beszélsz egy rovatvezetővel, hogy te mennél hajbeültetni, adjanak már egy fotóst, kísérjenek már el. Így van. Mert bartereznél egy kicsit. Pontosan így van, ugye? És tehát nyilván hivatkozok Marikára, akinek a kedvéért mindez történt. Marika nagyon régóta cseszeget már engem ezzel a dologgal, már idején nem tud beletúrni. Kócos Zilád Bozontomba, és hogy szeretnék az ő kedvébe járni, most is ezt majd az aranylakon. Elnézést, Fási úr, tarts a vonalat, én a sportrovatnál vagyok, adom mindjárt a napi szerkesztőd. Igen. Elnézést, igen, én nem tudom. Szóval, hogy hát érdekes. Én komolyan mondom, inkább nem csináltatnám meg. Jól sikerült. Ahogy nem akarod magad látni soha az újságban, ennyire kiszolgáltatottan folyó nyállal, igen. Tehát ez tényleg jól sikerült. Azt mondja, hogy a Marika kedvéért vágtam bele. Ő mondta, hogy hátul már nincs miben belevágni, illetve már nincs elég hajam, és a férfi hormonok miatt kezdtem el kopaszodni. Nagyon helyes, kis bizonyíték arra, hogy még működöm. Igen, hogy ugye? Igen, hogy gyakorlatilag olyan, mint egy kitörés előtt álló vulkán, egy Etna, érted? Buzognak, fornak benne a tesztoszteronok, már az Ádámba, és akkor ezért elkezdett hullani a haja. És hátul hullik. Engem ez nem érdekel egyébként. Tehát, hogy már mint engem nem zavar az, hogy kopaszodok. Vannak ezek a férfiak, akik, hát most konkrét nevet nem szeretném mondani, de van egy színész, aki nagyon jó színész egyébként szerintem, és nála szoktam észlelni ezt, aki látja egyébként az észleli, tehát hogy ez nem csak az én szememnek az élességét dicséri, hogy ő például azt csinálja, hogy neki így két oldalt nő a haja, és középen meg már nem. És úgy oldja meg ezt a dolgot, hogy átfésüli. És ez szerintem borzalmas. Tehát, hogy az a legrosszabb megoldás. Akkor inkább tolasd le, érted, tarkopaszol az egész fejére. A szörnyű, amikor igen, balról-jobbra átfésülik, és ott már átlátsz ugye a hajón, ami át van fésülve, alatt már látod a fejbőrt, de ott még ő kapaszkodik abba a párszába, mert nem akarja elengedni. Az a legkellemetlenebb szabadtér, amikor találkozol vele, és pont az ellenkező irányból fúj a szél, mint amerre ő fésüli, és azok a hajak, amelyekkel átfésült, az így elkezd a másik irányba. De nem is az a legkellemetlen, Feri, amikor kijön a hullámmedencéből. Láttad így is? Tehát, hogy azért az már erős, tanik, hogy két, hogy így lóg le. És így a válláig ér, de középen meg gyakorlatilag nincsen semmi. Az is milyen ronda, igen, mikor már hát fölül kopasz vagy, de a hátul még hosszú a haja, de itt már nincsen semmi. Uh-huh. Igen, hogy ezt tényleg fogni kéne egy ilyen nullás, és egy perc alatt leszedni, nem? Azt hiszem, a nőknek se tetszik egyébként, hogy kopasz vagy, de még hátul egy kicsit hosszú a hajad. De és fölül az, aki, már semmi nincs. És az, aki arra picire nagyon büszke, és hátul cofban hordja. Igen, mert az is megvan, ugye? Az a típus is gyakorlatilag megvan, hátul valaha a HNT-kán kezdődik az a maradék pici haj, ami van a fején, és azt is így összegumizza, és akkor copban hordja. Az jó, mert hogy fölvesz egy ilyen jambós sapkát, vagy ilyen, hogy hívják. És akkor hátul azt gondolt, érted, hogy rettenet haja van. Iszonyat rőzse van a sapkala, de nem. Az a Bundesliga frizurából maradt meg egyébként, ugye az volt, igen, a hátul focistáknak a hátul hosszú, elő rövid, típusú 80-as évek, és ő a Rummenigge style. Tehát ez megvolt még neki, megmaradt hátul, azt össze kellett. Ja, hogy miért nem, el kell fogadni, ez van, nekem sincsen, már nem fog már a büdös életben normálisan megnőni, el kell fogadni, srácok, ilyen az élet. És neked is, te is azt mondtad otthon, hogy a tesztoszteron? Nem kellett bizonygatni. Hát mit tud mondani az ember, nem? Hát megkopaszodik. Nem lehet mit mondani. Basszus, ez van. Mit csináljuk? Igen, néhány pasi ezt egyébként olyan nehezen tűri, vagy nem tud vele mit kezdeni. Az főleg azok, akik így korábban ilyen nagyon büszkén viselték a nagyon komoly. A csajok szeretik egyébként. Tehát a csajoknak nincs gond a kopaszsággal, szerintem. A férfiak sokkal nagyobb ügyet csinálnak belőle, mint az a férfi, aki valójában megkopaszodik. De hát nyilván ez sokaknak azért hiúsági kérdés. Csak a hajbeültetés viszont mindig látszik. Nem tudsz úgy még Magyarországon beültetni, ne látnád, hogy valaki hajbeültetett, nem? Mert ilyen kis apró szállacskákra. Ilyen szépen csinálják meg, igen. Tehát nem jó. Meg ráadásul ugye önnél hátul a tarkon részről szokták kivenni azokat a pici kis hajhagymákat, amiket előre ültetnek, és más jellegű a haj hátul, mint elől. Igen. Ennél fogva, amikor egy kicsit elkezd nőni, akkor látszik, hogy tudod, ez mint amikor, ahogy hívják, kétféle fűmagot keversz egymással, és akkor olyan furán nő. Igen, van egy sportfűmagod elől, és van egy hátsó pázsit fűmagod, és a kettő kicsit még külön van választva, de már néhány helyen keveredik. Te látod, hogy jól volt kiégve tavaly. De igen, látod, hogy jól kéne egy kicsit locsolni.
És ez is egy picit ilyen. Tudod, ilyen kis, sejmes, igen, fűszálak, és akkor oldald meg ilyen, ilyen kemény, erős szálú ilyen. Elő játszik masszív, vele a gyerek, ahol kitaposta, hátul meg oda nem megy a gyerek, mert ott szúr. Oda nem menjél egy kicsit. Na, meg már túlják nőnek. Ha már mondtad a fűmagot, akkor kicsit visszatérnék a velünk szemben álló sport létesítményre, ahhoz mindenféleképpen szeretnék el... De most már fizessenek a reklámért. Szeretnék elmenni, hogy tudjátok, miért van a naposztatás? Mert ugye te mondtad tegnap, Balázs, hogy beszéltél a szakemberrel, szakasszonyja, mondta, hogy szeretettel vár bennünket, megnézzük a naposztatást. Reméljük, hogy nem fázik, mert azóta is megyünk. Hogy egy 4 hónap volt az, amit kibírt a gyep, amit megvettünk. Új gyep van, én tudtam. Nem ő mondta, de én ezt tudtam máshonnan. Hát kifocizták. De azért, mert én tudtam, azért mondjuk, hogy mondjad? Hogy azt, hogy 240 millió forintért csináltuk annak idején azt a gyepet, vagy hát csinálta, aki ért hozzá, mert én nem vagyok, a nyírásban jó vagyok. Hát, de a nem ültetésben... csináltattuk. Egyébként ez igaz. És ez tönkrement ez a gyep, és most újat kellett, Frankfurtból érkező szakemberek hoztak új gyeptéglát. Új szőnyeg van, igen. Igen, új szőnyeg van, és akkor ezt kell. De arra jártak, hogy németek. Szerintem csak benéztek oda egy frankfurti virsliért, de aztán már itt voltak, és a tavaly őszi szezon bírta ki éppen a fű, és az elkopott, kérem szépen, de kell. Hogy újat fogunk csinálni. De kell, hát most, de ez van. Én értem, hogy kell. Minőségi foci, az minőségi fű járt. Hát a minőségi füvet azt én látom, majd ha megnő. A minőségi futballt az kevésbé. Fél úton vannak a cél felé, hát most. Igen, vagy még el se indultak. Igen, erről tudtam máshonnan, hogy új fű van. Új fű van, teljesen újat kellett telepíteni, igen, és ezt naposztatják most. De a fény az ugye az a fotoszintetizálás miatt van. Alulról fűtik, fölülről fényelik, és akkor így szép lesz. 14 fok az ajánlott hőmérséklete a talajnak, és ezt már fűtik, tehát most ugye -1 van, -2, akkor az egy +16-os ráfűtenek, és utána pedig a naposztatógépek fényét láttad te, János, reggel az új gyepre. Amikor az ilyen minőségi kiegészítőkről olvasok, meg hallok, hogy ez is kell a jó focihoz, akkor mindig az a sztorik az eszembe, hogy jó, persze, ezek egy picit így a városi legenda kategóriájába esnek, de azért mégis azért jól hangzik, hogy egyes afrikai országban például azért megy nagyon jól a rövid passzos játék a kedves játékosoknak, mert hogyha a pályán túlra rúgják, akkor levadászák őket az oroszlán. De értitek? Tehát, hogy kiirtották egy kicsit ott a szavannát, és akkor hogy hívják, így rugdosgatják ott a labdát, és hogyha egy picit valamelyik labda elgurul a távoli messzibe, be a bozotba, akkor nem biztos, hogy visszajön a játékos vele. Nem szívesen lennék ott labdaszedő. Igen. Vagy mindig a kapus megy a labdáért, vagy nem tudom, mi a leosztás, de nem szívesen mennék. Nem mindig új kapus megy. Igen, de hogy az emberek igazodni kell a körülményekhez, és akkor lehet, hogy ebből tud úgy profitálni. Jó, csak a labdát dob vissza. De a labdát még vissza tudod dobni? Ja, oké. Ja. Akkor 10-11 ellen. Jó? Igen. Mennyi ideig várnak? Jó, akkor nálunk van egy csere, tudod, mondják azok, akik 11-en vannak, egy levonul, és 10-10 ellen újra tovább játszik. Szóval ez kemény, hogy megeszi őket az oroszlán? Hát igen. Igen, nem szívesen rúgják el. Emiatt kellene, akkor jó, vagy emiatt passzolnak jól. Én labdatartásban zseniálisan. Hát itt is lehetne valami. A górrugás még nem annyira, de a labdára nagyon vigyáznak. Viszonyatosan jó védekeznek. Hát itt is vannak oroszlánok pályán kívül, mert túlrugod a labdát, akkor kimész azt a végközébe. És apró darabokra szednek. Ja, Istenem, gyerekek, hát egyszer csak megjavul ez a magyar futball, nem? Persze. Nagyon várom. Mi már nem fogunk élni, meg a gyerekek is sem fogják látni. Ez kicsit olyan, mintha azt mondtad, hogy egyszer úgyis kiül a nap. Tulajdonképpen az is igaz, az megtörténik majd. Végülis nem csak feltételezés, mert valójában megtörténik. Csak még van egy pár millió évünk, már nekünk nem, hanem az utódainknak és az unokáinknak. Jaj, ez van. Tegnap voltam egy filmpályázaton zsűrizni, képzeljétek el, az Országos Hulladék Gazdálkodási Ügynökség a második alkalommal rendezett egy nagyon jó kis filmpályázatot, tehát gyakorlatilag mindenki számára, akit ezek a dolgok érdekelnek. A környezetvédelmi témában lehetett kisfilmeket készíteni, és ezek már nem ezek a kicsit ilyen szájvarágos, didaktikus, kicsit unalmas, ilyen könyökünkön kijövő üzenetekkel ellátott ilyen kis filmecskék voltak, az Arnabon, nem tudom hány ezek. Igen, de utálom azokat. Semmennyire nem hat már meg. Ja, abszolút. Pont ez a lényeg egyébként a filmpályázatnak, hogy inkább meghökkentsenek, meg szórakoztassanak, meg elborzasztanak ezek a kisfilmek. És fies srácok, volt olyan, amitől egyszerűen, nyilván ő is lett az első, koppant az állam. Hárman voltunk a zsűriben, Pokorilia, Novák Péter és én,
és a tavalyi felhozatalhoz képest akkora minőségi ugrás volt, hogy tudod, hogy nézed a filmet, és nem hiszed el, hogy egy ilyet össze lehet rakni otthon. Egy olyan animációs film győzött, ami szerintem világon bárhol megállná a helyet, és így nézed, és azt mondod, hogy úristen, de hogy? Hogy rakta össze ezt a fiú? Úgyhogy elképesztő. Miről szólt? Mi volt? Gyakorlatilag arról szólt az egész, hogy mennyi idő alatt bomlanak le a különböző anyagok, a különböző anyagból készült szemetek, és majd felrakjuk egyébként a Facebook oldalunkra, hogy titeket nem zavar a dolog, itt egy teljesen non-profit történetről van szó, meg hát az üzenete olyan, hogy egyszerűen nem lehet vele nem együtt mozogni, meg nem együtt élni. Egyszerűen zseniális, ahogy a fiú megoldotta az egész történetet, de rengeteg nagyon vicces sztori is volt, meg nyilván megdöbbentő is. Nagyon kreatívak a srácok. Tehát így tök jó. De valami csattanója, vagy valami? Ezt akarod elmondani. Egyértelműen van, igen, de érdemes megnézni mindegyiknek a filmet. Meg mondom, technikailag, tehát hogy azt látod, hogy basszus, otthon ült a fiú, összerakt ezt, de hogy csinálta? Hát ezek mondták a mai fiatalok már. Igen, ezek a mai fiatalok, igen, ezek már nem gyufás dobozba rakaszgatják össze a izéket, a dolgokat, meg nem úrkapázsából, meg animációval. Igen. Zseniális voltam, és akkor ezen voltam tegnap. Kaptam egyébként egy ilyen kis tatyót is ajándékba, mert nyilván az ember ilyesmire nem kér pénzt. Mennyi idő alatt bomlik le? Csak mutatom, az egyébként nézd meg. Bicikli belsőből van. Nagyon jó, bicikli belsőből. A bicikli belsőből igen. Van? Igen. Igen. Nézd meg egyébként, olyan jó pofa. Hamar lebomlik? Az nem. Pont ezért is lett egy ilyen újra felhasznosítása a dolognak. És egyébként, hogyha megérdemes, tényleg viccet félretéve még trendi is, tehát hogy még jól is néz ki. Igen. És nézd meg a kis válpántot, hogy az miből van. Na, az mi? Biztonsági. Az. Menő. Az menő egyébként. Kellett hozzá egy összetört autó és 40 defektes kerékpár, de... Igen, jó. Na jó, megnézzük akkor majd. Menő. Megnézzük. Érdemes mindenkiben, a Facebook oldalon majd megtaláljátok az egyik nyertes kis filmet. És hozzátok meg, mert nagyon jó az üzenete. Gondolom, hogy ne szemeteljünk, nem? Alapvetően ez, de hát pont az ilyen pályázatoknak vagy egyébként az a lényege, meg ennek is az a lényege, hogy kicsit másfél a formában, meg kicsit szórakoztatóban, vagy megdöbbentőbben, ne úgy, ahogy megszoktuk. Mert ugye ez egy standard üzenet, nagyon egyszerű az üzenet, mert tényleg csak ennyi, amit te is mondtál, hogy ne szemetelj. Semmi több. Csak hogy ezt meg lehet olyan formában is oldani, hogy a 80-as években láttad mindenféle egy mozik előtt, amikor beültél a film elé, és ott volt már a popcorn a kezedben, meg ott egy áthúzott kéz, egy rajta kapott ember, amin dobja el a papírzacskót, igen, áthúzva, ne szemetelj. Ásítottál egy nagyot, és alig vártad, hogy kezdődjön már a Csillagok háborúja aktuális része. Na, ezek a filmek már nem ilyenek. Én azt nem szeretem, ha ijeszgetnek. Hogy mi lesz 30 év múlva, 50 év múlva, meghalunk, és a gyerekeink, és de engem ne nyomasszon senki. De van elég baj. De tényleg, azt nem szeretem. Van elég bajom. Ijeszgetnek? Hogy mi lesz? Van ilyen is. Na tudtam, hogy van, aki ezt választotta. Eszközéül, hogy ijeszget. Van ilyen is, de van például egy olyan, amit egyetlen hat. Nagyon szórakoztató, azt akkor elmondom, az is az egyik díjazott volt, egy kis filmecske, a fickó elmegy az autóval az erdőbe, kirak két zsákot, aztán hazamegy. Egyszer csak csöngetnek nála, és ott áll az ajtóban egy medve és egy nyuszi, két zsákkal a kezével bemennek, és utána pedig a szobának a közepén kiszórják mindenféle olyan szemetet, amit ők gyártanak, nyúlkakit, meg hogy hívják ott lerágott ilyen izéket, petrezselymet, meg répát, meg ilyesmit, aztán pedig kifelé mennek, még adnak két pofont a fickónak, azt elsétálnak, érted? Kvázi visszahozták a szemetet, amit a csávó lerakott. Nem, elhozták a sajátjukat, mert hogy az úriember elvitte az erdőbe, az ő lakóhelyükre elvitte a saját szemetét, erre ők is elvitték a saját szemetét az úriember. Na hát az erdőben szemét lerakás, az még egy akkora prosztó dolog, hogy az legaljabb. És sose tudják rajta kapni, tényleg a sites zsákot rakja le az erdőbe, hogy a kezét lábát össze kéne törni, de tényleg már sajnálja a 8000 forintot a konténerre. Szóval komolyan mondom. Na lejjebb nincsen. Igen. Jó van, hogy állunk játékkal? 2-0-ra vezetünk. 2-0-ra vezetünk. 2-0. A gyerekek. És még nem is játszottam. Ja, de tegnap. De játszottál. Tegnap, igen, Kati volt, és Kati viszonylag gyorsan bedurantott egy nemet, igen. Jól van, na, drága Morning Show hallgatók, tessék jelentkezni játékra. Jó, ha valaki játszana velünk, akkor nyugodtan írjon SMS-t, hosszú időtök lesz, mert hogy jönnek a hírek. Ez alatt lehet nekünk SMS-t írni, ha valaki kihívna bennünket, lehet arcoskodni nyugodtan. És aztán valakit választunk. Jó, fél hét múlt egy perccel, jönnek a hírek, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. 10 perc van, pontosan 7 óra. Dáma van, gyerekek, dáma van. Dáma van, amikor még annak ilyen kövi kis voltam. Komolyan dáma van. Játszunk, hogy állunk, az, hogy 1-1 van, ugye jelen pillanatban az van, hogy 2-0. Nem rossz az 1-1 se, de a 2-0 szerintem sokkal szebb. Megnyugtató lenne, hogyha ezt a majd behúznánk, nem? Utána ez már hátradől lehetnénk. Hát ha mai napod, de akkor meg vagyunk. Akkor egy újabb hét, holnap után örömjáték.
örömtűzi játék lehet akkor már. Kisimulnának a homlokunkon a ráncok, és nem kell elmennünk botoxon, mint Ádámnak. Erotikus oldalon... Nem tudom, még voltam. Erotikus oldalon aranyesőnek mondják. A 3-0-át. Örömtűz aranyeső. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló, jó reggelt! Szeretném ez a 3-0-hoz kicsit közbeszólni. Na igen, nagyon ezt én bírom, Laci, hogy ilyen elszánt, hogy hello. Hát nem úgy is, tehát már 2 órakor írtam a SMS-t éjszaka. 2 korra, várjál. Tényleg? De mi nem tudtál aludni? Nem bírtam aludni, mert tudtam, hogy készülök, hogy mi az más, és akkor... Látom, 2:29. Így van. Több okból is, amire majd rátérek, ha igazából nevezni kell azt a játékra, azt írod, hogy szeretné játszani. Hát, próbáltam egy kicsit sejtelmes, hogy azt elkeltsem a... Elsősorban az emberi betűnőszőt, meg a tületeket is. Aha. Kihangosítom vagy? Mert elég rosszul hallunk. Nem, így ballagok az utcán. Próbálj egy kicsit jobban artikulálni, jó? Hogy... Én szavát nem értem. Nem, tényleg alig értünk. Tehát csak egy ilyen hosszú nagy massza. Igen. Igen. Egy kicsit, ha távolabb tartod a kagylót. Az lehet, hogy jobb, igen. Úgy jó, kivel szeretnél játszani? Én azért is hát szerencsét van, Balázs, mert mindig veled szerettem volna, de most van egy ok, ami a Ferit választanám. Aha, jó, hát reméljük érteni fogjuk. Hát ha értek belőle valamit, mert nagyon-nagyon rossz, de igen. Megpróbáljuk. Reméljük érteni fogjuk, amit mondasz. Jól van. Jani? 3-2-1-fire. Aludtál? Ja, már is? Hey. Aludtál rendesen éjszaka? Hát szia, Feri. Akkor. Ezzel kezdeném. Hát... A Lutára? Annyira nem jött össze a dolog. Akkor itt a vége. Annyira nem jött össze. Reggel 2:30 óta erre készült, lehet elfáradtál picit a nagy készülésbe. Tehát túl stresszelted, tudod ez. Fél-három óta, fél hétig, fél nyolcig. Túl. Benne van a patrulyban, igen. Igen. Benne. Akkor megvan a 3-0-tok. Meg. Sajnos. És a kérdés. De azon szeret, megkérdezhetem a Feritől, amit szerettem volna? Hát persze, figyelünk. Ha értem. Ha értjük. Ja, nem értitek? De, mond. Tehát el szerettem volna kérdezni tőle, mert napok óta hangoztatják itt a városban, hogy vasárnap Szegedre fog jönni, mint egy... Benézek, igaz a hír, nem mondhatsz róla többet. Semmit nem értünk. Szegeden jó, csak egy ilyen nagy folyás az egész, tényleg. Szegedet értettem. Lacikám, ne haragudj, legközelebb, jó? Semmi gond. Csáó, kitartás, fel a fejjel, hello. Hát senki ne gondolja, hogy ilyenkor tényleg nem arról szól, hogy mi bunkok lennénk, nem így van. Másfél 2 millió embert kell szórakoztatni, ha rossz a vonal pillanatok alatt bontjuk, mert ez nekünk beszélgetés, a többieknek viszont elkapcsolási vagy élvezhetetlenség. Ha fülesen keresztül így figyelünk, érted, akkor kint képzeld, amit ez igen, tehát azért szoktuk ezeket a beszélgetéseket viszonylag rövidre zárni, nyilván nem neveletlenségből. Meg ami nekünk fontos volt, ez meg volt, ez a nem. Igen. Meg kell írják, hogy nem kihangosító, hanem Samsung. Tehát, hogy ennyi. Hogy tapsoltam-e? Hogyne! Annak a 3-0-nak a 8. nyert hét. Gyerekek, 8. nyert hetünk van, tényleg? 8. nyert hét és 1 döntetlen. Tehát eddig a hallgatók még nem nyertek ebben az évben. Azt a kutya fáján. Ki a király? Ne válaszoljatok, evidencia. Tényleg? Komolyan, ne sértődjetek meg, ne lógassátok az orrotokat. Annyi tessék. Baj legyár, nem lehet mindig. Érten, akkor ez nem a ti utatok. Hát Anna mindent megtesz, néha lányt választ, néha fiút választ. Most beválasztott valakit, aki arcoskodott, és reggel 2:30-kor írt, hogy őt nem fogjuk tudni leverni. Hívjuk őt, és egész biztos, hogy agyonver minket. Itt volt, tessék, ennyit tudott. 10. másodperce, bedurantott egy nemet. Ráadásul nem is értettük, hogy kivel játszunk még. Persze, hát mit csináljuk? Mit akartok még ellenünk? Srácok, hát most ez a mi játékunk, nektek ma otthon mit tudom, a gó, a dáma, meg a malom, hát most ez van, hát azok is jók. Ennyi, tényleg, hát mondjuk azt, hogy feladtátok, és hagyjuk abba. Az nem? Egész játékot? Hát nem, mondom, jelentsék ki, hogy feladták, és nem kell erőltetni ezt a dolgot. Hát itt vagyunk, mindig nagyján lelkesen belemegyünk, de hát... Sikerélmény kell reggelenként? Hát akkor ne játszatok velünk. Ennyi.
Vagy ha kértek még az arcotokra, akkor hívjatok volna. Jó, tessék SMS-t írni. Van még ott pofon, ahonnan ez jött. Ez a sok. Ki lehet nyitogatni a pofonos ládát, csak aztán nehogy baj legyen. Na jól van, 5 perc, pontosan 7 óra. Jönnek újra a hírek, 8 óra időjárás. És aztán meghallgatjuk ezeket természetesen, mi pedig jövünk majd a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk szerdán. Talán lehet mondani a hét legnehezebb napja, ugye, ami kicsit olyan reménytelen, a hétvége már messze, a következő még messze, úgyhogy hát ha ezen túl vagyunk, a csütörtök péntek az már. Az gyerekek, hát az már. Az annyira gyerekjáték, mint a fekete-fehér igennem. Ugye? Tehát, hát hogy... nekünk nem lesz bejönni nehéz, mert hát ugye az a fekete-fehér igennem, mert azt így hoztuk úgy, érted, csont nélkül. Ennyi, 8. Hát év, most... Ugye azt mondtátok 8. év. Hova? Igen, ez a 8. Mindegy. Hova még? Hanyadik? Srácok. Ráadásul milyen jó kis nótával kezdtük így a napot. Végre. Lázi, mert hogy azért már korábban elkezdtük, de ez egy Bieber, ez nagyon jó. Egy Bieber dal. Van új? Van. Van. Hello? Nem ez van csak, hanem van új. Van új Bieber dal is, igen, jelezzem. De ez is nagyon jó. Nagyon jó. Ez is nagyon jó. Majd 1 millió heten már megnézték egyébként. Tessék? Megnézték már 1 millió heten. Azért az szerintem nem rossz egy magyar videokliptől semmiképpen. Az nagyon, hát az nagyon jó. Fent a legnépszerűbb videó megosztó portálon. Hát én erre mondom egyébként azt, hogy igényes popzene. Hát hogyha bárcsak a dalban lettek volna ilyen nóták, akkor azt mondom, hogy... A botot Bugi most ne bánom, Bugi jó volt. Bugi kijutott. Bugi a háború ellenes dalával kijutott. Bugi. Bugi? Bugi még mindig? Van. Kitartasz a Buginál? Bugi, ide. Majd énekeljük együtt a refrént, felismerjük, hogy melyik az. 21-es úton 60 irányában 33-as kilométerével egy trafi, 24 órás futár Pisti küldte nekünk. M2-es bogyisztó leágazásánál Szekszárd felé egy német juhász blöki, összekuporodva fekszik a kerítésen belül az út mellett. Ja Istenem, széna a WC papírárus küldte nekünk, vigyázzon rá. Mindenki. Milyenek a rendőrök a 47-es főúton? Derecske után a Csemete kertnél. Ezt Pipesz küldte nekünk. Köszönjük szépen. A gyorsforgalmin elakadt kamion, a kifelé menő sávot elterelik a Gyömrői útra. Üzente nekünk Zsolt. És a 21-es úton 33-as kilométer van egy trafi. Igen, ezt már mondtam. 24 órás futárpiszi. Semmit nem bízza véletlen, hanem elküldte. Elküldte nekünk többször. Budaörsi úton, városból kifelé a belső sávban két autó ütközött. Ezt Pacs küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ezek a legfrissebbek egyébként. És sok játék a vizeljátékra, igen, vagy sok megfejtés. Ne áruld el, légy szíves, a mai megfejtés, mint tegnap. Mi én? Volt? Semmi, csak négyszer bemondtad, hogy mit kell elküldeni. Még nem volt nehéz, de... Igen, tehát ez a gömbölyű a föld, vagy lapos című kérdések, igen, hát ez nem volt túl nehéz. De most mi a jó válasz, a Debrecen? Nem árulom el. Nem ja, árulom ja, el. Már hallottam, igen, hogy honnan indul, Debrecen vagy Mezőtúr, körülbelül ez. Na, és ez igen, igen, és ez volt a kérdés, igen. Igen. Hát nem, de jó, hogy nem kérdezünk nehezet, hát legyen esélye mindenkinek megnyerni. Hát az a jó, ha, persze. Az a jó, ha könnyű a kérdés. Azt nézem még, hogy találtam még egyet, csak elvesztettem. Nem könnyű megtalált ez a sok elkeserődött SMS. Ki vannak borulva egy picit, igen? Igen, ki vannak igen borulva? Megértjük, nincs semmi gond. Gyerekek, adjál még nekik. Ne húzzátok föl magatokat, nem kell. Mindegy, nem. Az érzés, mi nem ismerjük, de van bennünk empátia. Rohadt szemetek vagytok, írja egy hallgató, gyökerek. Jogos. Ah, gyerekek, most komolyan mondom, hol van ez a SMS? Keressem még, vagy ne keressem? Keresgéljed, hát miért ne keresgéljed? Ja, itt van. Kengyelfutó gyalogkakuk üzeni nekünk, hogy Szeged-Budapest között körülbelül egy órát késnek a vonatok, gyerekek. Az nem, a MÁV-nak nem sikerül ezt valahogy megugrani továbbra sem, nem? Tehát nem sikerül valahogy fölzárkózni Európához, ezeket az egyórás késéseket 20 perce, 10 perce lehozni. Nem de, nagyon, de nem nagyon megy ez a MÁV-nak továbbra sem. Hogy a szokásaik rabjai. Már hogy most, most hogy tavasszal hát, mi? Hát figyelj, nem, hát, hogy... már meg tudnák csinálni azt, hogy nem késnek, de szeretik. De miért csinálnak? Hozzászoktak. Érted, te is mindig ugyanabban a ritmusban kelsz, mindig ugyanúgy lenyomod a szundit, ugyanúgy még egyszer, kétszer, háromszor lenyomod, ugyanúgy tudod, hogy mikorra kell be, mégis ugyanakkor indulsz. Én is reggel ugyanaz, érted, megyek, hagyja fel, fogmosás, igen, kimegyek a megálló, áll, szemetet, blablabla, felén, és mindegy, már meg késik.
Érted? Hát most ez van. Hogy egyszer fura lenne, ha nem hát jönne persze, SMS a MÁV-val kapcsolatban, hogy nem késik, gyerekek, pontosak vagyunk. Reggel a nap felkereste, lenyugszik, a MÁV késik. Ez van. Vén 5-10 perccel egyébként nincsen semmi, de azért ezek az egy-másfél órás késések. Most mi történik? Tehát most nincsen fagy, nincsenek lehulló levelek. Hogy ne volna, minusz 3 van. Ja, az igaz. Tudod, mit csinál ilyenkor a sín? Megfagy. Az. Ráfagy a vonat. Összemegy. Összemegy. De hát ezt mondjuk, egyébként mondtuk, hogy a fagy van elvégében, hamarabb kéne odaérni, mert rövidebb a sín. Ugye? Kirúgja magát. Hát összegörbül, mint a fekete lyukban a nem, tér. Összemegy. Hmm. Összehúzódik, ugye a hideg hatására, ennél fogva kevesebb utat kell megtenni a vonatnak. Rövidebb lesz a táv. De mégis. Most mégis. Mégis csúszik, igen. A hivatalos szerint 14 perc a késés. Tehát ülvent valaki, aki kamuzik? Tehát aki azt nem látja, tudom. Hogy egy óra és abból mindig azt mondják, hogy mindig vonjál le belőle bruttó 70%-ot? Vagy ez hogy működik? Tehát a hallgatóink azt írják egy óra. Valaki ül bent, és azt írja, hogy 10 perc, vagy 15 perc? Te még levon a valós késésből? Szerintem ezek adják a jelet már, ezek a vonatok, hogy hol tartanak? Igen, és akkor az alapján ez a honlap megírja. Most már csak 14-et ír. És erre mit mondaná a szóvivő? Megértjük, biztos az a negyed óra a reggelenként a kedves utasoknak az örökké valóságnak tűnik. És azért mondják azt, hogy egy óra. De valójában az tényleg csak negyed óra. Meg basszus, érted? Hideg van, fagy van, érted? Fagyott leveleknél pedig nincsen rosszabb. Igen. Na, egy érdekes hírrel foglalkozunk, ezt a témát mi még nem dolgoztuk föl, de szerintem nagyon sokan vannak, akik hát nem is hasonló cipőben járnak, mint az a leányzó, aki valami teljesen másba kezdett, de a másodállásokról és a kiegészítő állásokról még nem beszéltünk. Amikor az ember valami olyat csinál másodállásban, ami teljesen eltér attól, ami az eredeti foglalkozása. Ugye szerintem nagyon sokan vannak ebben a helyzetben, hogy egyszerűen kénytelenek bevállalni másodállást, csinálnak még valamit pluszban, fusiznak, de nagyon más az a munka, mint ami az eredeti munkájuk. Hát ez régen is a fusizás, ugye a másodállás az nagyon ment, szerintem most is. Van egy leányzó, akit Szlávi Eszternek hívnak, aki baleseti sebész volt, és nem is biztos, hogy egészen pontosan másodállás miatt mentő el, de jelenleg egyébként fizetés nélkül betegszabira ment, hogy a rúgtáncnak hódolhasson. Az igen. És azóta már világbajnoki címet is szerzett egyébként. A történet zseniális, hogy ő sebészként dolgozott, és azt mondta, hogy jó, eddig elég, kikapcsolódásra vágyom, elmegyek rúgtáncolni, hogy ez másodállásnak indult-e, vagy egyszerűen csak hobbiként, azt nem tudom. Minden esetre felfüggesztett munkaviszonyban van most ugye, ha lehet így mondani, a kórházzal, vagy fizetés nélküli szamin van, és rúgtáncol, hogy pódolhasson ennek annak a szenvedélyének. Nem biztos, hogy ezelőtt pénzt keres tulajdonképpen, de hát mondhatni, nem hogy vele. A baleseti sebészeti osztályról ő eljutott a rúgtáncig. Mondjuk, hogyha ennyire profi, akkor már nyilván oktat is, és hogyha ha oktat, akkor lehet, hogy abból bejön, ismerve egyébként a sajnos tényleg a magyar egészségügynek a helyzetét, simán előfordul, hogy mondjuk rúgtánc oktatásra több pénzt keres mint mondjuk baleseti sebészként. Húzd már éve ezt a széket, Júli, létszényássalak. Na, de ez milyen érdekes, mindig, hogy az emberek van egy másodállása, nem? Hogy csinálsz valamit, és amellett pedig hány olyan ember van, aki valami teljesen mást csinál egyébként, és kénytelen, kelletlen, vagy éppen azért, hogy még jobb körülmények között éljen, bevállal valamiféle másodállást, amelyik tényleg semmi köze az eredetihez. De miért is kellene, hogy legyen? Hát a másodállás pont arról szól, hogy valamit fusizol, még valamit csinálsz, még valamit bevállalsz. Hát meg aztán ott van tényleg az önmegvalósítás része is, nem? Tehát amikor valaki azt mondja, hogy basszus, lehet, hogy nem fogok annyi pénzt keresni azzal a munkával, de mégis azt mondom, hogy megcsömörlettem ettől, nekem más kell, mert én szerintem a másodállásban legkevésbé az önmegvalósítás van. A másodállás leginkább azért van, hogy megéljél. Tehát, én ismerek ilyet. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen, csak azt mondom, hogy kevés ilyen van, aki azt mondja, hogy akkor én most elmegyek még 8-10-ig éjszaka önmegvalósítani. Én ismerek olyan villamosmérnököt, akinek egyébként nagyon jól fizető állása van, de hétvégenként elmegy villamost vezetni, mert hogy szereti. Ezért kap plusz pénzt. Aha. Egyébként, és profi is benne, de hogy szereti. Eszternél lehetett olyan, hogy apu... Rúgtáncolt? Hát nem, hanem hogy apu mondta, a párja rövid mondta, volt hogy a figyel, valamit próbáljunk már dobni az eseményeken. Nem is, akkor ezt elment egy ilyen rúgtánc tanfolyamra. Na, micsoda, hogy apu szólt? Hát a barátja. Ja, barátja, férje. Aha. Barátja, férje, nem tudom, milyen státuszban van, és azt mondta, hogy dobjuk már fel valamivel az estéket, te akarsz rúgtáncolni, bébi. A rúgtánc az nem ez, hogy most vonaglaszott egy ilyen hálószobába, belefúrt két, nem tudom, mint a 10-es csavarra megfúrt. Tehát ez azért, ez már nem ez a rúgtánc. Van olyan, és abból nagyon jó videó készül.
abban nagyon jó videók vannak, de már nem teljesen ez a rutin. Egy nagyon profi sporták, világbajnokságot rendeznek belőle. Meg ők nem a, ő szerintem nem az erotikus vonalat képviseli tényleg ezt a izét, ezt a kicsit. Nem, ez a sport, mint sport. Igen, 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 igen. Hát, hogy aztán otthon van-e tényleg 2-10-es anyával befúrt, nem tudom, azt én nem tudom. Minden esetre páros koreográfiában ő egészen eljutott a sebészeti asztaltól odáig, hogy, hogy világbajnok legyen. Ő és a Rúd úgy páros, vagy pedig van egy akkor pár évek. Akkor hármas, Rúd és kettő. A színpadon a társa Mr. Rúd. Nem, Mrs. Rúd. Mrs. Rúd, igen, én pedig igen. Itt vagyok. Na, itt van velünk Eszter. Hello Eszter, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, hello! Na hát, hogyha hallgattál még egyet, akkor azért nyilván leesetetlen tudsz, hogy elég sokat értünk a sporthoz. Igen. A Rúdhoz legyen. A Rúdhoz, igen. Te baleseti sebészeten dolgoztál, ha jól tudom, ugye? Így van, igen, 6 évig. 6 évig, és ezzel csak azt mondtad, hogy elég, elmegyek rúdtáncolni, vagy közben jött egy ihlet, elkezdted párhuzamosan, és aztán úgy lett elég a baleseti sebészetből. Nem, hát nyilván ez párhuzamosan zajlott, kvázi sportolni szerettem volna, és hát egy olyan sportot szerettem volna csinálni, ami elég izgalmasnak hangzik. Aha, és mások is örülnek neki. Uh-huh. Ott, ugye? Az annyira nem érdekelt, de... És egy picit sem volt benne az, hogy vagyok meguntat, hogy itt a részegek akarnak 2 naponta megverni a balseben, miközben segíteni szeretnél neki? Na látom, ebben viszont jól informált vagy. Sokat fekszik be. Sokat vagyok részek. Sokat viszik be őt is, igen. Igen. Mondjad? Nyilván nem egy felemelő ez a része a baleseti sebészetnek, tehát hogy ebben jól látsz bele, hogy van egy ilyen része is, nem csak az effektíve balesetesekkel foglalkozunk, hanem ott lent az ambulancián gyakorlatilag mindenkivel, akit oda behoznak, bármivel. Hát lehet mondani, hogy ezt meg lehet unni, nem lehet megunni. Nyilván nem ez a szakmánknak a csúcsa, amit ott lent csinálunk, de viszont van a szakmánknak egy olyan része, ami ezen mindig egy picit túllendít. Egy olyan szép része, amikor helyre raksz valami nagyon csúnyát, vagy valami nagyon használhatatlanná sérült emberi testrészt, és ez igen jó tud lenni, amikor azt látod, hogy mégiscsak van egy keze, és tudja használni. Előtte még nem volt, csak visszatettétek, és aztán újra tudja mozgatni. Jó helyre tettél. Na, de ezt most nem csinálod, most a rúdtánc van, nem? Nem. Viszonylag messze sodródtál azért a baleseti sebészettől. Én egy éve vagyok fizetés nélküli szabadságon, részben amiatt, hogy a versenyekre tudja koncentrálni, hiszen azért ezt tudjuk, hogy a baleseti sebészet az egész embert kíván, úgyhogy amellett ezekre a versenyekre igen nehezen lehetett volna felkészülni. Ez a kórházigazgató, hogy azt mondja, hogy Esztikém, nagyon jó, támogatjuk egy év fizetés nélküli, Szabi, menjél, valósítsd meg önmagad. Így van, az a mi költségvetésünk is jó tesz. Küldjél jegyet a döntőre. Igen, ez egy fura hangzott, amikor fölmentél a Dirihez, és azt mondta, hogy elmennék rúdtáncolni. Tehát, hogy gondolom, hogy kikerekedett szemmel nézett rád, nem? És mi menjünk együtt? Hát ezt erről azért már tudtak a kórházban, tehát ezt nem titkoltam, nem ilyen meglepetésként zúdítottam rá, hogy most akkor ez van. Tudták, hogy sportolók, úgyhogy igazából nekem nem volt, hál' Istennek ezzel probléma. Én is meglepődtem, hogy mennyire jó fejek voltak, hogy ebben támogatnak, és hogy ezt így lehetővé teszik. Nyilván ennek a fizetés nélküli szabadságnak van egy kerete, hogy mennyit lehet ebből kiadni. Általában azért meg szokták mindenkinek adni, különböző okokra szoktak nyilván hivatkozni. nem is akarsz visszamenni? Nem is akarsz újra? Tehát marad a rúdtánc? Ilyet nem mondanék, nem tudnék most kijelenteni. Aha. Ebből meg lehet élni egyébként? Rúdtáncból? Igen, hát az ember világbajnok lesz profiként. Ez egy elismert sportág, vagy azért ebben még nincs akkora pénz, hogy az ember mondjuk ebből megéljen, hogy ő profi rúdtáncos? Hát ez egy kérdés, erre még nem tudok válaszolni. Aha. Az biztos, hogy én most egyedül nem tudnék ebből megélni. Tehát, hogy nekem most ehhez kell egy kis támogatás, nyilván. Tehát, ha egyedül élnék, akkor biztos, hogy nem tudnám fenntartani. Tehát a párod támogat anyagilag, gondolom. Igen. Hát nyilván,
Van egy hozadéka otthonra, én erre már céloztam. Egyébként igen, valamit valamiért alapon. Így van. Édesem, támogatlak, persze, én a kapaszkodjál föl gyorsan. Fektetek nyolcasba ide nekem szépen, hogy lássunk valamit itt, akkor mutassa, hogy hova fejlődtél. De ahogy azért gyengül a spárgád, mész vissza a bal sebre. Úgyhogy annak ellenére, amit ugye a legtöbben gondolnak, hogy én leváltottam a szakmámat, ez nem igaz. A másik, hogy azért, mert én ott sokkal kevesebbet kerestem, mint most, mert mint tudjuk, most milliókat keresek, mint én is megtudtam. Ez nem egyik sem igaz. Ezt írta rólad a bulvár, hogy milliókat keresel? Nem a bulvár. Inkább csak azok, akik ezt olvasták. Ja, azt hitték a rokonok, hogy jöttek, hogy estikem, látjuk, nagyon pörökszel úr, anya már 1000 eurót. Világbajnok vagy, hát érted. Igen, és az átfonyek sem díjas versenyek, amúgy ezt el kell mondani, hogy egy világbajnokságért nem kapunk semmiféle pénzdíjt, csak egy... Pont erre gondoltam, hogy ebből meg lehet élni. Igen, olvasva a történetedet, igen, nekünk ez egy jó téma indító, hogy mit csinálsz, mint főállás, és hogy hova sodor téged az élet szele, és mit kell bevállalnod másodállásban, vagy azért, mert szereted, vagy azért, mert egész egyszerűen nem tudsz a főállásból mondjuk megélni, és ki kell egészíteni a fizetést. Hát neked itt nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy van egy hobbid, ami tulajdonképpen főállás lett, és szerencséd van, mert nem kell ebből úgymond megélned. Hát még egy darabig, igen. Még egy. Aztán persze ez hosszú távon nem vihető. Igen, van egy korhatár benne mondjuk, ahol már ugye ezt nem lehet csinálni. Nem, mert... a korhatár miatt, ugyanis ez a versenyeken még 60 pluszos kategória is van. Na, hiába keresít a feri kifogásokat, igenis, hogyha az épület statikailag megfelelő, el fogsz menni, és ki fogod próbálni. Igen, és amúgy egy mérnökből is lett különben profirúttáncos, csak ugye elárulom. Mérnök csajból vagy pasiból? Én csajból, építészmérnök lenni. Ja, építészmérnökből lett profirúttáncos. Aha, ez egy érdekes váltások. Ugye ez ilyen IQ szakma. Mérnökök, műtősök. A végén kiderül. Nem véletlenül nem táncolunk, igen. Eszter, köszi! Vigyázz magadra! Örültünk! Nagyon szívesen, én köszönöm. Ciao. Sikert! Hello! Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi a másodállás? Ki mit csinál, úgymond, amit hát érdekes, és nem ez volt a főállás. Nagyon helyes SMS-ek jönnek. Nem, azt mondja, hogy főállásban vezető sörgyárnál területi képviselő vagyok, másodállásban böllérkedem. De szép szakma, mind a kettő egyébként. Mondjuk ez azért rokon, tehát evés, ivás, de azért van valami kis közös, nem? Engem. Ez Gábor küldte nekünk. Azt mondja, hogy főállásban turkálóban vagyok, másodállásban pedig kocsmában vagyok pultos, ez Güzüke küldte nekünk. Hivatásos katona vagyok, azon belül informatikus, és mellette esküvői fotózással foglalkozom. Feri, szólj, ha kellek. Ezt Aprós Pali küldte nekünk. Figyelj csak, hogy milyen végletek vannak. Férfi Szabó vagyok főállásban, írja nekünk Tomi, délutánonként hajófényezéssel foglalkozom. Na, ez jó! Hajófényezéssel. Figyelj csak, és van rá igény. Hát most igen, tehát hogy ilyenkor mi? Télen. Hát ilyenkor is csinálják. Hát a hajókat ilyenkor vannak kiemelve, a hajók a vízről, persze, hát ilyenkor tudsz karbantartani, fényezni, még kicsit meg kell várni, még jobb idő lesz, de hát azt ilyenkor lehet igazán nyáron, ugye vízre vannak rakva. Egy jó lakkozás, ja, ilyen lakkozás, a hajófényezés az nem promóció. Ilyen hajót öcsém, te hallod ennyiért? Hány láb nézzál, összesen tudod számolni, te. Úgy inkább van, igen. Vastelepen vagyok irodista. A másodállásom pedig egy kórházban éjszakai ügyeletes ápoló. Tehát érdekes, az ápoló a másodállás. Ezt Mário küldte nekünk. Vastelepen egyébként irodista. De ahhoz kell szakvégzettség. Az éjszakai ápoló, ügyeletes ápoló? Hát az elvégzett, persze. Tehát van egy szakvégzettséged, azt csinálod éjjel. Nem biztos, hogy kell elég, csak lehet, hogy csak annyi a munkája. Fogd le, Lajos! Igen, fakanalat a szájába, igen. Azt mondja, hogy én gyógypedagógus vagyok, mellette írja nekünk egy hallgató. Azt mondja, hogy bár elvesztettem az SMS-t. Hol van? Mellette olaj és akril festmények készítésével foglalkozom, jelenleg Budapesten van kiállításom. Szerencsére mindkettőt imádom, az egyiket sem adnám fel a másikért, már többször megkérdezték, miért nem az utóbbiból élek, ez Timi küldte nekünk. Tehát, hogy festés közben pedig ugye máshol is dolgozik. Igen. Teherautót vezetek, aztán hétvégén maszekolok Ács szakmában. Plusz veszélyes favágást is vállalok, vasárnap pedig meccset vezetek labdarúgásba. Elég sokrétű vagy. Így van. Mi az, hogy veszélyes favágás? Minden favágás veszélyes. Hát például, hogyha belenő az ág a vezetékbe, az áram vezetékbe, akkor hívnak ilyen speciális embert, mert ott azért nem mindegy, hogy vágsz. Vagy amikor nem szólnak, hogy merre dől.
Az is veszélyes. Józsi, elefánt. De egyébként ismerem a magyar focit, nincsen a két dolog között akkora távolság. Érted? Itt is favágok, ott is favágok. Igen. Én mérnök, hasonló a kettő egyébként, igen. Én mérnök végzettséggel gyártás előkészítőként dolgozom, emellett kutya kozmetikázom kiállításra. Ez Zsú küldte nekünk. Csak hogy mennyi mindent csinálnak egyébként, nem? Mondjuk ez számomra egy megfoghatatlan dolog. Tehát, hogyha ha kéne találnod, tehát hogy kéne írnom egy ilyen listát, hogy mik azok a másodállások, amik nem csinálnak nálam, ja. Szerintem a kutya kozmetik az pont az utolsó lenne. De miért az állatokat tehát, szereted? Ez tök jó meló. Én imádom, csak hogy az egész olyan, tehát a kutyákat nyilván imádom, de hogy azon, ha ki van fura, tehát felrakja a kiskutyát az asztalra, és akkor körbenyélek, igen, és akkor egy kis pamacsa farkán, pamacsa fülén, akkor itt egy kicsit vágok belőle, itt egy kicsit meghozom, meg vannak most már ezek a kutyaszőr festések, meg kicsi masni, kicsi lokni, kicsit besütöm a haját, mármint a szőrét. Hát azt én is nehezen tudnám elképzelni. Mi csinálnánk egyébként? Mi lenne a másodállásunk? Ki mit csinál a szívesen? Én szatyit árulnék itt a... Ja, a meccsen! A meccs. Még abban nem érnék meg, mert 800-an. A töki a szotyi. A töki a szotyi, a sosaropogós. Azt így nyomják. Kürtös kalács, feresz, töki a szotyi, a röfi. Ez nagyon jó, de szerettem egyébként, igen. Az utaz zászló. Anyát! Helye utazászló, miért nem látod, hol állsz? Hol árulsz? Majd fölnökjük neked utaz zászlót, igen. Hát itt az nem biztos, hogy jó lenne, igen. Főállásban szállodában étterem menedzser vagyok. Másodállásban pedig táncos lányokat szervezek Ausztriába és Svájcba hivatalosan. Te nyilván. Na lehet, hogy fölhívjuk. Érdekes SMS-ek vannak. Van egy másik. Na, csörögjünk adásban, jó? Hívjuk föl. Tejet szállítok, mellette pornófilmproducer, rendezőasszisztense vagyok. Mit csinál egy pornos rendezőasszisztens? Hát mit? Hát asszisztens? Hop-hop? Hát ugyanaz, hát, mint egy normál rendezőasszisztens. Igen, ők gondoskodik a zsebkendők. Ja. Nem, annál sokkal összetettebb a munká, igen. Nőgyógyász vagyok, másodállásban Kazán kovácskodott. Ja. Persze. Jó, igen, és akkor így jön majd olyan, hogy igen, lányokat futtatok a négyes mellett, egyébként pedig másodállásban körzeti megbízott vagy. Igen. Na, hírek után visszatérünk rá, jó? Hírek után 8:01. A producert tetted adásba nekünk? A film producert? Teljes és filmproducer. Na, fölhívjuk hírek után, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy valaki egyszerre tejszakmában dolgozik, és közben az erotikus filmiparban rendezőasszisztens így van. 8:08 pontosan 1 perccel keresjük azon hallgatóinkat, akik a legelvetemültebb dolgokat végzik egyszerre, illetve pontosabban van egy főállásuk, és attól valami nagyon eltérő, szinte már-már megmagyarázhatatlan másodállás. Jó, írjatok nekünk SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 5:00. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk itt a hírek alatt, hogy illetve pontosabban a hírek előtt is, hogy a hallgatóinknak milyen másodállása van, ki mit csinál, ami teljesen más, mint a főállás nyilván, vagy azért csinálja, mert szereti, vagy azért, mert kell egyfajta fizetés kiegészítés. És hát egészen elképesztő SMS-ek jönnek egyébként. Hát nem tudom, hogy ki mit csinál. Van egy-kettő, de kiszűrhető, hogy mi az, ami vicc, és mi az, ami komoly. Itt van Gábor. Hello, Gábor, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, te mit csinálsz napközben? Hát most kicsit már váltottam, mert most már gyógyszert szállítok, de idáig tejet szállítottam. Gábor, a tejszállító. Aha, itt hagytuk abba a hírek előtt, igen. Igen, és mellette pedig pornófilm producer, rendezőnek vagyok. Hát először ilyen kis lótiputia, de most már ilyen rendező asszisztense végül is eléléptem. És akkor lerakod a csapót, és elrohansz, beülsz egy kis autócsikába, ezt leszállítasz, nem tudom, hány 100 liter tejet, majd újra mész egyébként felnőtt film forgatásokra? Hát ez úgy volt, hogy ugye reggel szállítottam a tejet hajnalba, és akkor hát elvileg a kettő nem ment együtt, úgyhogy addig Szabit vettem ki, amíg csináltam a másikat. Majd amíg csináltad az egyiket, addig kivettél Szabit, és nem csináltad a másikat, és aztán fordítva. Így tudtam ezt szólni, mert azért ezek a forgatások, ezek majdnem egész naposak. Hosszú, kemény munka. De az, gondolom. Bizonyám. Igen. Bár akik állítólag ilyen helyen dolgoznak, ők tényleg a munka részét látják benne, tehát a beállítást, a fényt.
Bizony, egyensúly. Bizony, hát pont akkor... ott, igen, pont ott nem látod szépnek egyébként, a halálosan kiábránítani. Nagyon sok operatőrt ismerek, aki dolgozik ilyen felhőtén, és mindenre gondolsz, csak arra nem. És te vagy rólad a víz, meleg van bent, vagy a szedve, 600 lámpa ég. Megszokod, igen. De ha úgy van, hogy látsz egy szép lányt, azért megnézed, amikor mestelenül van. Uh-huh. Hát jó, hát persze, hát azért az benne van. És tudod, kiábránító, amikor például a végén látsz egy szép lányt, amikor az tényleg gyönyörű, és a végén még folyik az arcára egy-két dolog, de már a Léci, ne, de most nem kell, nem erről van, nem erről akarunk beszélni. Hát ez egy rádió műsor, nem kell ebbe ennyire belemenni. De majdnem mondtál csúnyát, hát most el tudjuk képzelni. Jó, oké, okay, köszi, ciao, hello. Na, itt van velünk Ildikó, aki viszont főállásban biztosítónál csoportvezető. A másodállását azt nem is sejtenétek egyébként, hogy... Csoportvezető biztosítónál jól kell beszélni, jól kell embereket irányítani. Mi lehet a másik? Nem, sose találnátok ki, hogy mit csinál az ember. Mint biztosítási csoportvezető, másodállásban pedig. Itt van már. Halló, jó reggelt! Halló, Ildi! Halló, sziasztok! Halló, te csoportvezető vagy egy biztosítónál, ugye? Igen, igen. Emellé kerestél fizetés kiegészítést, vagy csak hobbiból csinálod? Igazából ez régebb óta, régebbre datálódik ez a... Hát, hogy is mondjam, hobbi is, régebben fizetéskiegészítés volt. A hobbi szerintem erős túlzás egyébként, de lehet, hogy te ezt úgy indult, látod. Igazából zseppénzkeresetnek indult ez 18 éves koromban, és egy jó pár évvel ezelőtt felkértek, hogy valakinek a búcsúztatóját megírjam, elmondjam, és aztán így valahogy úgy szájról szájra járt, aztán a temetkezésnél is volt egy ismerős, aki ajánlott másoknak, és aztán... Hogy jól búcsúztatsz? Ez járt szájról szájra, hogy jó búcsú beszédeket írsz, és szépen mondod, ilyen hívjátok Ildikót. És ez a hobbit, hogy polgári búcsúztató vagy temetéseken? Tehát, hogy ezt csinálod, mint hobbi? Hát ilyen, tehát másodállásként. Másodállás, mert hogy a hobbi szót használtad még a beszélgetés elején. Valahol, hogy is mondjam, csak én most az hogy szeretem csinálni, igazából azért csinálom, hogy méltó módon el tudjak valakit búcsúztatni. Ugye a születés is, meg a halál is a létünk része, és én azt gondolom, hogy minden ember megérdemli azt, hogy méltó módon róla szóljon egy temetés, és mindenki meg persze, tudja azt, hogy milyen ember is volt ő valójában. Persze, hát ezzel nincs baj, csak ugye nehezen tudja elképzelni az ember, hogy főállásban ott vagy egy meetingen, a biztosítónál, mint csoportvezető, levezényled, ott vagy, és utána mész, mert mondod, hogy fél ötre már a Kerepesi úton kell lennem, mert van egy búcsúztató, tehát a kettő együtt azért nagyon fura együtt, de hát nyilván pont ezekről beszélgetünk az ilyen esetekről. Vidám, lelazulós tevékenységeket keres egyébként a munka mellett általában az ember, hát a tiéd pedig azért nem nagyon szép, de azért kevésbé vidám. És ilyenkor előre megkapod mondjuk e-mailben vagy levélben a hozzátartozó azokat az itinereket, meg azokat az információkat az elhunytról, ami alapján neked meg kell írnod a szöveget? Hát általában személyesen szoktam velük leülni, beszélgetni az elhunytról. Nekik is egy kicsit olyan megkönnyebbülés, én azt gondolom, hogy tudnak erről beszélni, vagy beszélhetnek valakivel. Jó nekik visszaemlékezni, hogy mi is történt az illetővel. Én meg szoktam kérdezni, hogy esetleg kedvenc étele, itala volt-e, vagy esetleg olyan kedves családi történet. Hát nyilván azokat mondod el persze értelemszerűen, amit ilyenkor elszoktak, hogy mit szeretett, mit nem szeretett, igen. És akkor másnap újra mész be a biztosítóba? Igen. Aha. És ott csoportvezető vagy? Igen, igen. Aha. És ott tudják, hogy nyilván tudják, hogy ezt csinálod közben? Igen, igen, tudják. Aha. De nagyon szép hivatás egyébként, hogy emögé azért teszel egy ilyen gondolatiságot is, csak hát picit furcsa, talán így elsőre nekünk. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Igazán nincs mit szóltok. Hello. Van egy rendőrünk, aki nem beszél, ő azt írja magáról, hogy ő rendőr napközben, este pedig masszőr. Tök jó. Szeretjük volna fölhívni, ő nem vállalja a beszélgetését. Rendőr vagyok, másodállásban masszőr. Az egyik hivatás, a másik megélhetés. Nagyon jó. Tiszta ideg vagyok, ma is megbüntetek. Nagyon gyúrjába le. Igen. Azt mondja, hogy a végzettségem óvónő, de egy büfét vezetek, másodállásban pedig bútorokat tervezek és gyártok. Az írja, már harmadállás. A harmadállás, igen. Nem, óvónőként nem dolgozik. Azt mondja, hogy én tűzoltóként a saját kerékpár szervizembe dolgozom 24-48-ban. Írja egy hallgató.
Aztán állatorvos barátom van, tök komoly a dolog, másodállásban bérkilövő egy vadásztársaságnál. Hát mondjuk figyelj, ha nem talál jól, ha csak sebb van, akkor ellátja. Ez picit fura. Na most ez nálam mindent visz egyelőre. Ez egyelőre mindent visz. Tehát napközben megmented őket, este pénzért lelövöd őket. És kézzel, hogyha mellél össz, és beviszik hozzád este. Bocsika, én voltam. Igen. Beviszik hozzád az ügyeletbe, hát valami állat meglőtte. Igen. Doktoros segít. Monokon Kossuth szülőházában múzeum vezetőként dolgozom, mellette római katolikus kántorként és nóta operett énekesként keresem a kenyeremet. Na üdvözlete, az, hogy Marika. Fél össze. Ez... A kántorság és a nóta operett. Hát a kántor az énekel. Miért ne? Jó, de azért nem ilyen dalokat. Főállásban, kaszinóban krupié voltam. Mellette, mikor tudtam, főként szabad napokon dugulás elhárítással foglalkoztam. De szép szakma. Az egy nagyon fontos azért... szakma egyébként. Akinek volt már ilyen problémát, azt tudja, hogy hát az tönkre tudja tenni az ember napját hétvégéig. Postán dolgozom, és közben tetováló vagyok. Ezt Robi küldte nekünk. Nagyon érdekes élethelyzetek vannak. Kenyeret szállítok, délután temetkezem. Ezt At is küldte. Motoros rendőr vagyok, kamiont vezetek, szabadidőben szőlőt művelek, kicsit borászkodom, házat építek, szakmai tanácsadó vagyok, ugyanakkor egy fuvarozási cégnél is. Húha. Ott valaki, hogy ott valamelyiket... Fér be? Ott nem biztos, hogy... Hogy mindenhol megvan ugyanaz a szintű profizmus. Igen, nem biztos, hogy... Veled építetnék, tőled vennék bort, és, igen, és veled szállítatnék. Hogy mennyi bor rohad rád egyéb. Igen. Esztergályos vagyok, mellette rali fotózással foglalkozom, számítógépet is javítok, és közben tetoválás tervezéssel is foglalkozom. Uh-huh. Gyerekek, nem vagyunk elég univerzálisak, kezdek rájönni. Jó. Nem vagyunk elég univerzálisak. Megmester is az volt. Annak gondolta maga. Kicsit mindenhez értett, igen. Mennyi mindent csinálnak emberek, egészen megdöbbentő, nem? A férjem informatika tanár, mellette magas feszültségű áramváltókat szerel, harmadállásban színházi nézőtér felügyelő. Zseblámpával ő kíséri helyre a későket? Hogy mi? A, ugye az azt Linda küldte nekem. Láthatnám a jegyét? Fiatal ember. Igen. Már két családtagunkat is ez a hölgy búcsúztatta. Zseniális egyébként, visszatérve a biztosítási szakemberre, ugye? Aki itt volt, mint biztosítási csoport vezető, Ildikó. Közben pedig remekül búcsúztat. Nagyon érdekes SMS-ek vannak. Nőlétemre női férfi szabó vagyok, de... mi ez a TH kazán kezelője mellett? Társaság kazán kezelője mellett 10 baromfi Rottweiler tenyésztés, és... Nem már! 10 baromfi és Rottweiler. 10 baromfi és Rottweiler tenyésztéssel is foglalkozom, de gazdálkodom biomódon is. Terész küldte nekünk. Elnézést, kazán kezelő. Ha kell, kazán. Biokertészet, 10 baromfi, és hátul a kertben Rottweiler. Tenyésztés. Ráadásul a 10 baromfit se értem. Tehát ez is egyben megfoghatatlan, hogy szépek, ahogy sétálnak. Dísztyúk. Van ilyen. Van dísztyúk. Van dísztyúk. Van. Nem vágják le hosszú ideig él? Nem, mert egy... szép a szépség. Igen, csak azért nagyon drága is. Meg nagyon szép. Hogy megy, nézd, hogy csipeget, Istenem. Gyerekek, ez jó vagy nem jó? Jó. Jó. Egyrészt szerintem kikapcsolsz, hogy más csinálsz. Jó. A legtöbben azért szerintem ezt inkább pénzben csinálják, sem pénz azért, hogy jaj, de szeretnének kikapcsolni. Tehát a kikapcsolódásnál a feltett lábbal nappaliban napi lapot olvasol. Tehát azért ezen SMS-ekkel legkevésbé szólnak szerintem a kikapcsolódásról. De most a 10 baromfi tenyésztés. Rottweiler tenyésztés. Ah, kazán szerelés. Igen. Kérdés, hogy mennyi ebből a szükség valójában. Hát nekem például van egy ilyen saját személyes emlékem édesapámmal kapcsolatban, aki azért borászkodott is egyebek mellett, és én szerintem azt tényleg csak hobbiból csinálta. Csak kikapcsolódás volt. Mert az ott kikapcsolódás. Konkrétan évről évre mindig öntöttük és csinált az újat, senki nem itta, csak ő. Nem, de ő viszont meg, szerette. Valami nem ment, tudod. Figyelj, és amikor ötödjére csinálta, ötödik éve, akkor nem jutott eszébe, hogy elhagyja, és főzzön pálinkát János, inkább. János, ki volt ez a hordó kénezve? Tudod, és baszok, tényleg. És ez évről évre mindig ráfutottunk valami ilyesmire. De a cucc az első osztályú. Ilyen prés, ilyen hordok, érted, első osztályú szőlő, minden, mindig elszúrta. Nem ment neki. Már inkább a jó volt. A borba. Na jó, esemény, csak annak férfi fodrász vagyok, másodállásban ketrec harcol. Na, az is jó. Az is jó. Szeretem ezeket az SMS-eket. Ne mozgass már fejedet! És tudod, egy ilyen dupla lelő. Gyuri, ez csak egy sima felnyírás, egyet már a nyakam. Gyuri, hülye vagy. Most jövök a mosásból. A lábkulcs mások! Engedd el, Gyuri, engedd! Kérjed! Na jó, SMS-ek vannak. Na jó, köszönjük szépen, mindenki, még órákig tudnánk
másodással kapcsolatos SMS-eket olvasni. Játszunk Óven bácsival és Berú nénivel, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakuk vidám szomszédai. Óven bácsi és Berú néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Hanni vagyok. Hello, Henny, honnan hívtál minket, Henny? Ceglédről, mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Van-e másodállásod? Nincs másodállásom, varrónő vagyok, és jelenleg egy gyárban dolgozom, CNC-gépen. Az is azért egész más, tehát varrónő a képesítésed, és közben CNC-gépen dolgozol. Igen. De ez CNC Eszterga, vagy CNC varrógép? Eszterga. Uh-huh. Na, milyen ruhákat esztergál? Páncéllemezeket? Nem. Hát szintcsapágyat esztergálok. Aha. Csapágyat. Nem volt varonőjállás, vagy hogy sodródtál ilyen messzire az eredeti képesítésedtől? Hát nem tudtam elhelyezkedni benne, az igazság. Jó, nem tudtál elhelyezkedni. Aha. Igen. És ezt meg kellett nyilván tanulni, tehát nem úgy ment, hogy jó, első két hét nem fog annyira menni, ne is csodálkozz, nem lesz egy sikerélmény, igen. De majd a harmadikra bejöztem. Meg kellett ezt tanulni, hát ez egy komoly persze, szakma. Persze. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berú néni, figyelj! Oké. Okay. Áztatják magukat valami jó kis wellness szállodában? Elmentek? Lehet. Vagy a forráshoz mentek a kis Lukkal. Pisztrángoznak egy másik bolygón. Igen, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Lala! Aja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 j
Lehet-e még egyszer? Hogyne, persze, hát ez rövid volt, figyelj. Picit könnyebb volt. De egy kicsit hosszabbat, jó? Egy picit hosszabbat. Figyelj! Lala! Lala! Sokat segített. Na, ez még az eredeti változat na, volt. Na, most már majdnem lejátszottuk a számot. Picit hozzátettünk, de nem vettük ki a bögrét. Tehát ez még az eredeti. Jó? Akkor külföldi. Hát, ha nem magyar, akkor ez egy nagyon szép megfejtés lenne, igen. Ez nagyon, Henny, ezt most komolyan mondom rá a kalappal. Igen, tehát... Hosszabbat lehetne. Hogy nem mutatjuk, figyelj. Lala, lala, ta da 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 da. Valaki elküldte, hogy esztergályos Cecília. Nem ugrik be semmi, sajnos nem. Nem, egyedül játszol, ugye? Igen. Uh-huh. Nincs nagyon segítséged. Jó, megmutatjuk, jó? Szerintem nem, illetve leveszem ezt a pisilős hangot, jó, már, hogy a pisilős előidéző hangot, igen. Figyelj, hallgass meg! Oh. Oh. Megvan, hogy mi ez? Nem ismerem. Nem. Jamiroquai. Jó kis Jamiroquai egyébként, milyen jó dal. Igen. Hallottál már róla? Igen, igen, persze, egy utólag most már beugrott. Most már beugrott. Alacsony, táncos lábú fiú fura sapkákban. És rettenet mennyiségű, nagyon értékes autóval. Imádja őket. Nem sajnálom, nem sikerült. Köszönjük a játékot. Köszönjük, sziasztok. Ciao. Szia. Jó esztergálást. Jött egy SMS-t, búcsúztatom. Tamás jó ember volt. Nagy űrt hagyott maga után, de hagyhatott volna akár egy kis pénzt is. A szertartás után jobbra a kis asztalnál életbiztosítások kötelt. Korrekt. Figyelj, ott érzed át a halált. Szellemes, igen. 5 perc pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
Itt vagyunk, vannak friss közlekedési híreink. Azt nézem, hogy Debrecen, de az nem az, ugye? Csak ez inkább a megoldás. Nyíregyházán a debreceni úton szürke Seatból mérnek. GS küldte nekünk, ez viszont már közlekedési hír. Magyaródon fokozott a sebességmérés, több kocsiból is mérnek. Zoli küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Trafi van Budapesten az Istenhegyi út 9 előtt is, ezt Pitty küldte. Aztán a Budaörsi út, M1-es, M7-es bevezető beállt teljesen a Baks csomóponttól kifelé a városból. Kifelé? Nem szokott kifelé állni, befelé szokott állni. Akkor lehet, hogy valami baleset van? Nem látjuk igazából az SMS falon, hogy történt volna-e bármi. Ha van, akkor mondjuk. Nagykörösén befelé 4 autó koccant, nagy a torlódás. Ezt Kamesz küldte nekünk. Köszönjük szépen, Kamesz, nagyon jó. Jó, Névbudai alsó rakparton lassú a haladás, ez is SMS bejött, mint mindig. És még valami friss van-e? Istenhegyi alsó szakaszán kék-fehér autó áll, ezt Etele küldte nekünk, ez valószínűleg az Istenhegyi 9 előtt áll, és ott fotóz, úgyhogy vigyázzon mindenki. Látod? Egyébként megint megvillant, és azt hittétek, hogy tegnap csak viccelődök ezzel, hogy Kenny vágja a várost a srác. Kenny Weiss hát vagyok. Közlekedési Kenny technikai Weiss? Szempontból ő egy professzornak számít. Én szinte látom magam előtt azt a szituációt, amikor majd áll bent abban a nagy, hatalmas, hipermodern vezérlőben, másodállás. És hogy meghallja, hogy a Bakcsomótont kifelé? Az ott, gyerekek, ez befelé szokott állni, ennek nézzetek utána. Igen, főnök. Nézzük. Ott valami balesetnek kell. Akkor biztos, hogy így van, gyorsan, gyerünk. Srácok, gyorsan. De ez nem kell nagy gurúnak lenni, ez M1, M7 kifelé ritkán áll, befelé áll. De olyan nincs, hogy kifelé, minden... hát kifelé nem szokott reggel, hát az délután áll kifelé, mert akkor megy mindenki az a Budaörs, Diós, Török Bálint, Biatorbágy. De nem lehet, hogy a város minden pontjáról van egy ilyen információd. Csak akkor, ha tényleg guru vagy. De mindig csak Buda. Pesten, letennél Lőrincen, a nem tudom milyen téren, megpörgetél egyszerűen. Nem ismerem, nagyon nem ismerem Pestet. Tehát Budát nagyon jó, Pestet egyáltalán nem. Hát ide kellene keresni valakit Pestre, és akkor a kettő te lennél a vezetőm. De te vinnél itt körbe engem. Igen, én lennék a pesti oldalért a felelős. De csak tömegközlekedésben. Igen, tömegközlekedésben, tiéd pedig Buda lenne. Jó, igen, nem te, a tiéd lenne a tömegközlekedés. Tehát milyen járat, ilyen hír, villamos. Hogy M5-ös bevezető szakasza áll, mit mondaná Jani, szállj át a villamosra, tesó. Menjél villamossal, igen. Tehát tiéd lenne a tömegközlekedés. Jaj, azon gondolkozom, hogy hát ha találunk egy olyan embert, gyerekek, azért mondom most, mert még van időnk megtalálni, aki érdekes lehet nekünk abból a szempontból, hogy ugye... Nem akarunk mindig a lottóról beszélni, de van 2,5 milliárd forint volt a nyeremény most hétvégén. Uh-huh. És pont te vetetted föl, hogy milyen érdekes, hogy 50 embernek lett négyese. És a lélektana nagyon érdekes a dolognak. És hát, ha tudunk valakivel beszélni, aki ezt most megélte hétvégén, írjon nekünk SMS-t, visszahívjuk, hogy milyen nyersz ezzel, vagy valójában vesztesz. Hogy mondjuk neked négyesed van, 3 napja ezen gondolkozom, van mondjuk mit a 1,5 millió forintod, amit nyertem, mennyi volt? 50 darab, másfél millió forint. És tudod, hogy egy szám kellett volna ahhoz, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere legyél. Felkerüljél a 100-as listára, ott legyél 2,5 milliárd forinttal, és benne legyél, mit tudom, a 100 leggazdagabb magyarban, ha egyedül viszed el. Viszont nem vagy, ráadásul van melletted 40 ember, aki szintén mondjuk ugyanebben a cipőben jár. És azon gondolkozom, hogy hát ha találunk valakit, akinek volt négyese most hétvégén, és el tudja mondani, hogy ez most inkább átok, és élete végig azon gondolkozik, igen, hogy basszus, tudtam, hogy a 18-as, és lehet, hogy a Júci mondta, hogy a 18-as, és miért nem az? És ráadásul még ott volt az a 39 másik rohadék. Aki elvette a pénzed, aki elvette a pénzed, 70-et nyertem mert volna. Mert csak egy négyes lett volna, akkor ugye azért kaszált volna szépen. Tehát nézzük meg az élethelyzetet. 1,5 millió. Örülsz neki? Vagy 2,7 milliárd. És életed legnagyobb lehetőséget szalasztottad el? Én nagyon bosszús lennék. Nyilván örülsz a 1,5 milliónak, de hogy azt mondod, hogy egy számra belebetegedsz? Hát szomorú lennék egy kicsit. Belebetegedsz, ugye? Szerintem bele. Tehát nagyon kevés olyan ember van, aki azt tudja mondani, hogy úristen, itt van 1,5 millió forint. Hogy az rengeteg pénz, ha belegondolsz, az nagyon persze, sok, pénz, hát sok pénz. És tök jó, hogy az ölembe hullott. Biztos, hogy mindenkibe ott mosztoszkál az ördög, hogy azt az egy rohadt számot, akkor most 2,7 milliárd. Nem, az a baj, hogy én ezzel például nem tudok azonosulni. Én a kicsinek is örülnék, egészen konkrétan annak, hogy ez a másik 39 se nyert. Jó magyar viselkedés. Mi? Nekem rossz, ha de még nekik, nekik is. Hál' Istennek, nekik is. Szóval hát van egy hallgatónk, aki benne van ebben az 50-ben, és négyese volt, jó nekünk holnap,
ha nem tud ma beszélni, ír egy SMS-t, jó, majd a feles hírek után. Nem most akarunk ezzel foglalkozni, csak a lélektana érdekel, hogy az milyen, amikor nézed, megvan az egyik, megvan a másik, megvan a harmadik, megvan a negyedik, és elkezdesz leízadni, tudod, hogy 2,7 milliárd, és tudod, hogy még egy szám, ha megvan, milliárdos vagy. És erre ott állsz, és többször átnézed, csalódott vagy, négyesed van, fészkelődsz, forgolódsz, álmatlanul hánykolódsz, és valószínű kicsit tönkremész. És amit ki nem hirdetik, hogy mennyi a négyes, addig még kicsit hitegeted magad, hogy gyerekek, a 2,7 milliárd az ötös, akkor négyesre biztos lesz egy 50 millió. Aha. 50, érted, anya? Hát nem 2,7 milliárd, az nagyon, de ez az 50, ez pont jó lesz nekünk, és utána kijön, hogy 50 darab négyes volt, és 1,5 milliód van. Nagyon kellemetlen. Illetve nem tudom, hogy nagyon kellemetlen el, csak valószínű, ha úgy élnénk meg, nem? Aztán a feleség tudja. Szerintem így működik az emberi agy, hogy ott van vagy. Igen, hogy ott van előtted egy lépésre, egy számra az, hogy milliárdos, már nem tudsz úgy örülni az egyötnek. De ezért érdekes az, hogyha két héttel ezelőtt valaki azt mondja, hogy kapsz 1,5 millió forintot, egyben a világ legboldogabb embere vagy. Láthatlanba aláírod. Nagyon jó, jöjjön. Tök jó. Megnyered a 1,5 milliót, de nyerhettél volna 2,5 milliárdot, akkor lehet, hogy te vagy a világ egyik legszomorúbb embere, vagy a legelkeseredettebb, vagy csalódottabb, vagy bármi. Mert azt mondod, hogy úristen, majdnem 2,5 milliárd. Ehhez képest a 1,5 millió, most egy kicsit ideadunk, kicsit odaadunk, el is ment. Nem? Szóval, hogy hát ha találunk valakit, írjatok nekünk. És így jön az egy ember is, akinél ott volt, az ötödik szám. De milyen? Mert ő volt a kulcsa minden. Milyen 45 embertől elvenni az esélyt annak, hogy ötöse legyen? Hogy érzi most magát? Tud-e aludni? Ja, hát igen. Ez nagyon kemény. De ez, figyeljetek, egyébként most komolyra fordítva szót, ez nagyon kemény. Én interneten keresztül szoktam azért néha így szerencsejátékozni, és ugye az internetes felület, hogyha nyerek, mindig küld egy figyelmeztető e-mailt, hogy ön nyert, gratulálunk. Én soha nem merem megnyitni. Tehát, hogy mindig csak kettes. Tehát, hogy az is valami. De mi félsz, az is hogy valami, ötös lett? Nem, hanem félek, hogy megint kettes lett. Már látod, hogy ennyire benned van. Elkezdek reménykedni, meglátom az e-mailt, és akkor látom, hogy gratulálunk, ő nyert, meg a nyereményét megnézheti, stb. Rögtön rákattintok, és akkor átlinkel arra az oldalra, ahol ugye a fogadást kötöttem, és akkor meg tudom nézni a nyereményt. És mindig így ott malmozgatok, ott várok, ott most átmenjek, nem menjek, mert abban a pillanatban tudom, hogy el fog illanni. Az a varázs, hogy lehet, hogy most nagyon sok pénzt nyertem. Átkattintok, és 1760 forint. Jó az. Jó az, hát ha igen. Visszanyerted a befektetett jó, ebből legalább. A szempontból igen, mert hogy 450-ért kötöttem, vagy mit tudom én. Hát, nagyon kemény szitu. Igen, érdekes élethelyzet. Na, hát ha találunk egyet. Van most, akinek most hétvégén? Nem most hétvégén, de neki is négyese volt, és ötöse lett volna egy szám hiányával, ha négyese volt, szép futball. Igen? Nagyon jó megfejtetted. Nagyon ügyesen megfejtettem, szép volt. Amikor 5 milliárd volt a nyeremény. Azt hiszem, pont azt hívja az Anna. Azt hallgatott hívja. Atya úristen. Már csak egy szám. Anya! Négyes. Na itt van egy hallgató. Halló, jó reggel, Zoli, hello. Sziasztok. Hello. Zoli vagyok. Zoli, honnan hívtál minket? Budapesten hallgatsz minket. Na, te is hasonló cipőben vagy, nem most hétvégén, de hasonlóan jártál? Igen. Négyesen volt, amikor a legnagyobb nyeremény volt a lottón, az 5 milliárd volt annak idején, 2000-es évek elején. Igen, az volt ugye, az a csúcs nyeremény azóta is az 5 milliárd. Igen. Na most, hogy megy a szám felgöngyölítés ilyenkor? Tehát van a szelvény a kezedben, egy szám megvan, egy számot te kipipálsz. Még egy szám, hogy csinálod? Tehát hogy veszed végig a számokat, vagy hogy vetted végig? Hát normál esetben soha nem nézem meg a lottozóba, aztán kiderül, de akkor az az egy eset valami érdekességből a egyik budai bevásárlóközpontban voltam, ott a Szélkámen térnél, és a gyors étterem egyik asztalnál ültem az akkori barátnőmmel, és megjött az SMS, hogy milyen lottószámok voltak, és hogy elkezdtem nézni őket, mondtam, hogy fú, ezek nagyon ismerős számok. Gyorsan előköptem a telefon. Tudtad, hogy akkor megy a nyeremény? Tudtad, vagy csak játszottál egyet? Akkor mindenki töltött egyet, igen. Igen. Úgyhogy elővettem a szelvényt, megnézegettem, és akkor láttam, hogy egy számot marhára mellé lőttem, mert én az 5-öst x-eltem, és a 43-ast kellett volna. Ez azóta is kísért, úgyhogy azóta mindig egy 43-as van a szelvényen, de soha nem nyertél vele semmit. És milyen, mire gondol ilyenkor az ember, vagy azóta ez milyen érzés, hogy ott vagy, az ember elfelejti,
vagy ez naponta beugrik, hogy úristen, majdnem milliárdos lettem. Azt mondják, hogy 2,5 milliárddal nem vagy benne a 100 leggazdagabb, de 5 milliárddal 5 évvel ezelőtt benne lettél volna. Benne. Tehát ez azóta eszedbe jut, vagy ez egy trauma? Vagy azt mondod, hogy jó, hát... Óriási? Nem tudom, hallatszik a hangomon, tehát, hogy teljesen magam alatt vagyok azóta is. De hogy is. Ne, de azért megfordul. Mennyi pénzt kaptál, ha nem titkos? Már úgyis elköltötte. 986 ezer, de igazából nem. Hát azért. 986 ezer volt a négyesen, tényleg? Igen, mert 117 darab négyes volt. Na, ugye, minél több négyes van, annál kevesebb a nyeremény. De az akkor jónak számított egyébként. Hát ez az jó pénz, az persze. Én épp lakásvásárlás előtt álltam, és annyi pénz kellett volna. Úgyhogy én azt a pénzt balról áttoltam jobbra, és gyakorlatilag el is tűnt. Úgyhogy nem élvezhettem egy nyaralást, vagy egy ilyesmiben, egy lakásom azért lett. Jó, de akkor ott azért kirúgta lámból, és mondtad, hogy lehet nagyobb üdítővel, nagyobb krumplival. Alap, rögtön egy olyan vaníliességet toltam, de hogy végén volt. És többször átnézted remegő kézzel, hogy úristen, elnéztem-e, vagy úristen, nem lehet, hogy valamit rosszul látok, hát ha megvan. Igen, hát többször egy 3-4-szer átnéztük, valátnőm is megnézte, aztán beültünk egy moziba, amit azóta se tudok, hogy mit néztünk meg, mert teljesen máshol járt az eszem. Kész voltál mi? Na, én erre gondolok, igen. De az autóba, padlógáz, haza megnéztünk, hogy körülbelül milyen nyeremények várhatóak a négyesre, mert tudtam, hogy így fönn van a szerencsejáték oldalán. Aztán akkor derült ki, hogy így nagyjából ilyen, azt mondtuk, hogy olyan 600 és 1,5 millió közé tehető, hát belőttük a közepét. Nagyon jó volt, de mindenki azt kezdte egyből, hogy úristen, milyen érzés volt, hogy nem az ötös volt. Hát nem tudom, nekem pont az ellenkezője jött le, hogy ugye általában milyen nyeremények szoktak lenni, ketteset, hármasot, ha nagymázdista vagy, és akkor van egy négyeset, amikor nyersz egy gurigát, akkor az ember úgy áll hozzá, hogy úristen, nyertem 1 milliót. Tehát nem az volt, hogy úristen, nem. Miért nem 5 milliárdot? Nem, úgyhogy a trauma nem kísért azt, hogy mondjam el, hogy keserítsenek. Picit elkeserített, picit vártam, hogy most bezokogsz nekem, mint élő adásból, igen, még 5 év után is. Beszélgetésünk elején lehetett hallani valamit, de elmúlt. Igen. Hát ez egy érdekes élethelyzet. Jó van, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én is köszi, sziasztok. Hello. Hát szerintem ő egy szerencsés alkat, hogy így tudott fordítani. Nem? Hát, de valószínűleg nem betegedsz vele, tényleg úgy gondolod, hogy basszus, egyébként még ennyi sem lett volna, nem? Hát azért, aki ebbe tönkre megy lelkileg, vagy tönkre mész kicsit. Szerintem sokan. Igen? Biztos szerintem, olyan. Szerintem megjátszotta magát. Most letette a telefont, és remegő kézzel elővette a gyógyszerét, és tikkelő szemmel bevet még 2 szemet. És minden névben megveszi a 100 leggazdagabb magyart, és nézi, hogy az 5 milliárd hol lenne, tudod? Kiszámolja azot a banki kamatokat, befektetéseket, mondjuk csinál belőle 6 milliárdot. Hol vagyok? Vagyok-e? Jobb helyen vagyok-e, mint nem tudom, a Sober család, vagy bárhol, tudod, így 88. helyen. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggel, ciao. Szia, jó reggel, sziasztok. Hello. Újra Zoli? Nem. Jó, azt hiszem, vissza telefonáltál, hogy mégiscsak rosszul vagy. Mégis anyamad. Hello, Levi, jó reggelt. Jó reggelt. Neked is majdnem milliárdos nyereményed volt? Hát eléggé közel voltam. Nekem ez egy pár éve volt, akkor a 6-os lottóm volt, 2.713 millió, azt annyi volt a főnyeremény, és én akkor 5-ösöm volt, azt hiszem 13-at írtam 16 helyet, vagy 16-at 13 helyet, nem tudom, és én sem szoktam megnézni, van egy Stóca lottóm, azzal megyek minden hétvégén, és ha nyerek, az ott derül ki. És mondjuk az volt az érdekes, hogy ugye bementem, és hát egyszer csak kiírta a gép, hogy nagy összegű nyeremény, meg elváltozott a feje a lottósnak, és akkor ugye a száj elé tette a kezét, hogy kussolja. És megvárta, amíg mindenki. De jó. Mindenki megvárta, amíg mindenki kimegy a lottózóból, és akkor leültet egy székre, bezárta az ajtót, és mondta, hogy gratulálok, uram, akkor most nézzük meg. Na, ne. Akkor azért volt egy kultusom. De te már akkor tudtad, hogy mit nyertél, vagy csak sejtetted, vagy mondta, hogy valamennyi nagyobb összeg? Volt. Előtte volt egy kettesem, és akkor mondja 1100 forint, és még mondtam is, hogy na, a szokásos. Majd utána kiírt a gép, hogy nagy összegű nyeremény. És akkor hát így, akkor elfogyott a levegő, lecsüccsentem, és akkor így nézegettem a papírt, hogy mit nyerhetem. És akkor néztem, hogy hát bizony, ez a 6-oson most a 2,7 milliárd van. Na akkor kézremegés, lábremegés. És várjál, bocsánat, hogy közben szok, ő kiküldött mindenkit, és bezárta, lottozott, és téged leültetett? Nem, mondta, hogy csönd legyen. Ja, csönd legyen. Félreálltam, még volt 2 ember. Azok kimentek, akkor oda ment és bezárta az ajtót. Mert úgynevezett nagy nyereményes voltál. És azt mondta, hogy a feléért hallgatok. Ah, igen, és akkor egy pisztolyt nyomott a fejedhez, és mondta, hogy adod a szelvényt az. Nem, egyébként normális volt, mert én akkor nem is fogtam, hogy ez miért van. Mondta, hogy azért, mert hát ember, ha most nyertél 2,5 milliárdot, én ki vagyok, vadidegen, és ha eladlak. És akkor így hűha, és akkor mondtam is, hogy igen, hát most visszasítálok a kocsimhoz, van egy rendszámom, és akkor tudja az ember, hogy ott van nálam egy szelvény 2,5 milliárdért.
az ott sokat gondolkodtam utána, hogy azért én normális volt. Mire elérsz az autódig, négyen megkéselnek. Igen. Igen. Hát vagy igen, idegen ajkúak hajnulok hajnalán fölkeresztem hát, otthonomban. Igen. Fura orosz akcentussal megérkeznek hozzád, igen. És mennyi lett igen. a nyeremény? 495 000. Jaj, hát ültél a széken remegő jaj. Kézzel. Hát na. Igen, ez most a fél pohár víz. Tehát most ott akkor én mondjuk nem volt természetes a mosolyom, de utána végig gondolva, hogy most akkor nyertem 5 kilót, ilyen, hurrá, hurrá. Most fölösleges nagyon azon rugóznom, hogy mi lett volna 2,7 milliárdnál, nyilván máshogy alakult volna az életem. Nem biztos, hogy jobb irányba, mert nem tudom, hogy birkoztam volna meg akkor azzal. Azóta nyilván sokat gondolkod, na ha még egyszer, akkor mit csinálnék, hogy csinálnék, meg taxit hívok, meg szépbe rakom, nem tudom. De akkor ott még kellemetlen volt még egy napig, de utána nem nagyon bántott, inkább örültem, hogy akkor volt 5 kiló. Aha. De milyen jó, már hogy azért tovább gondolt, a taxit hívok, tehát te már nem mész el a kocsit, hanem igen, veszel egy taxitársaságot gyorsan. Igen, de ilyen szituációban már inkább taxit hívok, vissza se ülök a kocsimba, és akkor megyek a egyetlen budapesti hotelbe azonnal kivenni egy szobát, ahol van szét. És a 13, igen, szép, mondjuk oda az nem biztos, hogy belefér, igen. Mondjuk 2,5 milliárd forint egy ilyen szállodai szobaszébe. És a 13-as helyett a 16-os vagy éppen pont fordítva, tehát még közel is volt a kettő? Nem emlékszem pontosan, de hogy minden stimmel, csak 13-at írtam, 16-et vagy fordítva, nem tudom. Igazándiból azért is nem rugóztam utána sokat rajta, mert volt egy kollégám, aki konkrétan azért költözött vissza Pestről Gyulára, mert az édesanyja idegösszeroppanást kapott, mert hogy 20 éven keresztül mindig feladta a lottót, és egyszer beszélgette el az időt a hentesnél 125 millióért. Neee! Lett volna, mint egy 4-es vagy 5-ös, 125 millió. Konkrétan 125 milliót nyert volna a lotton, ha feladta volna, de elcsosogta az időt. És belebetegedett? Bele, úgyhogy a srác föl is mondott, és visszaköltözött Gyulára. Vagy nem tudom, vagy végig is csavára, hogy valamilyen békés helyen volt. Atya is. Úgyhogy azon nem, de tudom, igen, ez meg, tehát a fél pohár víz. Nekem örülök az 5 kilónak, lett volna, amíg sose tudjuk meg, ugye, mi lett volna, ha a legszemetebb kérdés. Egyébként a nénének az esete mutatja azt, hogy az alapszabály, hogyha nem adod fel a lottot és fix számokkal játszol, soha ne nézd meg, hogy mik voltak azok a számok. Hát én csak kérdés, hogy megbírod állni, nem? Hogy nem szabad, hát látod. Én sem tudom, milyen számokkal játszok. Megyek egy stóccal, aztán valami van. Tehát ugye, hogy régebben ez a hunyorogtam, meg csillagot rajgottam, tehát nincsenek ilyen kialakult szisztéma, hogy akkor ezek mit tudom, sőt, születétű látom, de aztán ennyi. Jó, mondjuk az nekem nagyon tetszett volna, bár lehet, hogy megverted volna a lottozást, hogy kiküld mindenkit, leültet, és azt mondja, hogy kapaszkodja meg, uram, magának hármas a van. Ja, nem, ő se tudta egyébként, kiírta a gép, onnantól ő se tudta, hogy min van, mondta, hogy csütjenjünk le, és nézzük meg. De ez mi, ahogy kiírja a gép? Hát ott állnak tizen bent, azonnal kiderül, hogy ott ül bent a csáva, aki fölött az 5-öst. Hát nem. Csak azt írja ki a gép, hogy nagy összegű nyeremény, de azt nem írja ki, hogy mely. Tehát mondjuk gondolom, van egy ilyen... fölött már ennyi. Tehát, hogy ha kiírta a gép, akkor nyeretem mondjuk 600 ezeret is, meg 2,5 milliárdot is. Tehát nem írja ki pontosan a gép, hogy most ez 5-ös lottó, 6-os lottó, meg hogy mennyit nyertél, csak bizonyos összeghatár felett, nagy összegű. Na mondjuk azt, hogy nagy összegű nyeremény, azt az is látja, aki mögötted áll a sorban, mert ugyan kifelé van fordítva a monitor. Csak kis svájci bicskáját már készíti elő, tudod, finoma már. A csavarozott. Igen. Egyszer nyertem 100 000 forintot is ilyen jokeren, és akkor ott megnyúlt a feje a mögöttem állóknak a sorban, meg volt zúgolódás, tehát attól kellemetlenül éreztem. Megutáltak azonnal, mi? Igen. Na jó, hát igen, ez érdekes a lélektanárnak, hogy milyen, amikor az embernek majdnem milliárd közeli összegű a nyereménye, és aztán tulajdonképpen pár százezerrel idézőjelesen, ugye, hát be kell, hogy érje, hogy ennek milyen a lélektanár, de két hallgatóban kettő azt mondta, hogy azért ezen túl lehet lendülni. Levi, köszi, hogy elmondtad. Erőltem. Mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Rendezvényeket szervezek, meg vendéglátozom. Vendéglátozol, ugye? Mi lenne? Hát, elnézést. Jó, de hogy is nem lesz az, hogy mit csinálnál, ha 2 milliárdot, de nem lehet, hogy ugyanezt egyébként is, mert hogy szereted. Hát valószínű. Szereted, de nem csinál. Hagynám abba a munkát egyébként, mert van olyan része, amit nagyon szeretem. Levi, köszi, ciao. Hello. Déd nagyapám 40 évig csinálta. Egyszer nem adta fel feledékenységből, 5-ös találata lett volna az öregnek. Igaz vagy nem tudom, hogy akkor nem lett volna feledékeny, most nem 2-es golfal járnék dolgozni. Jó az. Ez Gábor küldte nekünk. Köszönjük, basszus. Köszönjük szépen. Érdekes. Ezt a témát, aztán tömegnyomor lesz a rohadt lottózóba, meg műsor után meg nem fog tudni normálisan feladni. Hát mondjuk 5 számot mindenki beixeli, aztán lesz 800 000 5-ös. Nem. 800 000 5-ös, ezt is mindenki kap 13 forintot. Nem akarok veletek osztozni.
nem veszek részt benne, még a végén kihúzzák. Mondjuk a 2,8 azért az már. Az szép, igen. 9:30 pontosan hármas ugrásra lehet jelentkezni, ha valaki játszana velünk, írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Nem biztos, hogy reggelre való egyébként, de dal zseniális. Zseni. Ugye, hogy nagyon jó? Én rég hallottam ilyen kis egyszerű, letisztultat, ez most tök jó. Nagyon jó hangulata van. Ez nagyon jó kis dal egyébként. Én csak annyit mondok nektek, hogy tudnék párat, amire lecserélném szívesen. Jó, de te egy rocker vagy. Neked nem kell semmit mondani. De most nem érted, hogy mit mondtam. Már mire cserélnéd le? Vagy mit? Ja, hogy többször játszanád ezt? Igen, mások helyett. De én most nem akartam a többit bántani, én csak azt mondtam, hogy ez egy jó dal. Tehát ez egy jó dal. Jobb, mint azok. Nem, a dal jó. Nekem lehet véleménye? Jó, akkor legyen. Hát akkor legyen basszus. Hát most, ha a dalokat akarod fikázni, akkor legyen véleményed. Csak gyere be szerdán akkor. Fehér Szeátból mérnek Leányváron a főúton. Írja nekünk egy hallgató. Aztán Debrecenben is van egy trafink. Méghozzá azt nem is látom, hogy hol pontosan. Nem, Pécset, bocsánat, trafipak szabálytalanul forgalommal szemben mérnek a hatoson. Úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Van egy fotónk, vagy trafink szintén, méghozzá az M5-ös bevezetőnél, valamint ott van egy baleset is, 5 autó ütközött, rendőrség is kint van, már Mari küldte nekünk. A Hungária körút az Árpád híd felé lassan halad, Kovi Sanyi küldte ezt nekünk, és az M3-as autópálya 120-as kilométerénél Nyíregyháza felé a belső sávon valaki elhagyott egy gumit, ezt Jani küldte nekünk, köszönjük szépen. Hogy veszít el valaki gumit? Azt én sem értem. Én egyszer áthajtottam. Én egyszer áthajtottam, ja, egy ilyenem. Nem az, hogy leesik a bal hátsó. Hát vagy pótkerék hátulról, egy ilyen csavarral szokták főfogatni, ami egy kicsit meglazult, és ez leesik eléd az útra, az rettenet. Nekem konkrétan jobb futóműheló. Rámentem, előttem ment, jöttem befelé a Váci úton, és az Árpád hídnál van a felüljáró, Váci úti felüljáró, és ott előttem leesett a kerék, le a földre, és nem tudtam megállni. Semmi, puf, rá, kész, vége a kocsinak. Nagyon kemény tud lenni. Elszállt az Alfa? Átrepültél a híd másik oldalára? Nem, átugrattam, tudod, van benne egy gomb. Megindul, csak későn nyomtam meg a gombot, mert akkor is ittasan vezettem, és a reakcióidőm nagyon, nagyon rossz volt, plusz tele volt a csomagtartó 50 kiló kolbásszal, és ezért nem tudott akkor átugrani a kocsit. De szerencsére ki tudtál szállni, gyorsan, hisz nem voltál bekötve. Igen, na így most a minden benne van akkor, jó? Igen, így teljes a dolog. Na, tegnap beszéltünk ugye Kozsó daláról, már nem is tudom, hogy jutottunk el egyébként a Szoború Szamuráig. És kértük, hogy jelentkezzenek olyanok, akik tanítanak japánt, vagy értenek japánul, mert hogy szerettük volna megfejteni, hogy Kozsó dalának az eleje jelente valamit, vagy egy óriási hablatja az egész, és többen írták, hogy ez egy régi japán vers, meg hogy arról szól, hogy egy fiú lemegy vízért az apjával, és az apja azt mondja, hogy persze, többször kell belemeríteni a te kis mézes csuprodat a folyóba, hogy az megteljen vízzel. Bocsánat, a fiúnak van mézes csupra? Apának van mézes csupra. És szerettük volna megfejteni, hogy mit jelent a Szomorú Szamuráj eleje. Ugye, hát ez egy folytatásos történet, ezt tegnap kezdtük el, de tegnap nem jöttünk rá. Nem jöttünk rá. Beírtuk ugye a Google Translate-be, és kiadott néhány megfejtett. Volt benne néhány olyan szó, ami emlékeztetett japán szavakra, és ezeknek magyar megfelelők volt, de nem nagyon állt össze nekünk a szöveg ennek ellenére. Nem nagyon tudtuk, ugye a dal az így szól. Várj egy kicsit, beletekerek. Szerintem mindenki tudja. De hogy jutottunk el ide tegnap? Már nem is emlékszem. Óven bácsi Berunéni. Ez volt, ja, igen, a feladvány. Ja, Óven bácsi Berunéni volt tényleg. És próbáltuk megfejteni, hogy mit énekel Kozsó. Csak mondom, hogy több tiszteletet a dal iránt, jó? Ebben van az, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. Hallod? Azért ezt már tegnap is megbeszéltük. Ez egy veretes klasszikus. Ilyenek ma már nem születnek. Igen. Bocsánat a minőségért, az nem az igazi. Nem. A csaj jó benne egyébként. Tiszi. Wow! Figyelj. Aha. Na, ez volt az a bűvös mondat, amit szerettünk volna tegnap megfejteni, csak nem találtunk senkit, aki tud japánul. Iniko mananarei, hogy van? Iniko mananiko mananarei. Megtanultad? Vagy nem, itt van előre, ezt nem lehet megtanulni. Jó, rocker vagy, de azért a nagy örökérvényű mondatokat te is tudod. Ez egy generáció himnusz szabon. Iniko, mananiko erej, ugye ez a dal, vagy ez a dal szöveg. Nem akarom félrevinni a beszélgetést. Na. De sírva kérek mindenkit, aki internet közelben van, hogy az official videóklipet nézze meg. Ezt nézd meg, hogy kezdődik. 1995 Budapest, hátul a villamos. Igen. És
És? Igen? És bejön a szamuráj. Jó, és átsétál egy szamuráj, igen. Óriási. Hát az valóban kemény. Na, itt van velünk Nimród, aki tolmács. Hello Nimród, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Te japán tolmács vagy, ugye? Igen, japán nyelvoktatással és tolmácsolással is foglalkozom. Konnichiwa Nagasaki. Ja. Mióta csinálod? Hát egy 8 éve foglalkozok ezzel. Annyi szép, mondjuk szép a japán nyelv, de hogy miért választottad ezt? Mert hiány szakma. Hát én először harcművészetekkel kezdtem foglalkozni, egyszerűen beleszerettem a kultúrába, aztán japán feleségem is van, itt a családban is japánul beszélünk, úgyhogy valahogy magával ragadt ez a dolog. Japánul beszéltek a családban, és japán feleséged van, tényleg? Ez milyen érdekes. Így van. Kintről hoztad bőrödben, vagy itt ismerkedtél meg vele? Hát jött utánam, azt mondta, hogy követ a világ végére is. Úgyhogy így alakult. Mert én kint éltem Japánban, ott ismerkedtünk meg, és akkor jött velünk. És már jöttél volna haza, hagyjál már! Ha miért nem mész? És gyerekek is vannak? Igen, van 2 kisgyerekünk. És akkor nyilván ők is már magyarul és japánul is beszélnek. Így van. Itthon ők is, az édesanyjukkal japánul, velem pedig magyarul beszélnek. Hát a kicsi ő még csak 1 éves, ő nem, de a nagyobbik, a kisfiunk, 6 éves, ő már nagyon jól nyomja a japánt. És eszik pálcikával, eszik villával? Persze, mindkét. Szelete a katanával. Igen, használja a szamurájkardot. Igen. Na, figyelj ide, hát van ez a Kozsó dal, és tegnap hosszan foglalkoztunk azzal, hogy vajon Kozsó mit akart nekünk ezzel üzenni, próbáltuk dekódolni, hogy mi van akkor, ha ez egy titkos üzenet, mi van akkor, ha ez egy olyan japán dialektus, amit sokan nem ismernek, és Kozsó már 95-ben tudott valamit, amit mi nem, és próbáltuk ezt megfejteni, de nem nagyon tudtuk, hogy ez mit jelentette. Meghallgattad, vagy bejátszad neked még egyszer? Azóta meghallgattam én is, utána néztem, mert rém lett nekem emlék, valamennyire halványan emlékeztem én, de biztonság kedvéért meghallgattuk. A feleségem is megnézte, hogy mondom én, hogy nem értek belőle egy munkot se, hát hogyha ő, aki japán, azért csak, de egyértelmű, hogy semmi értelme nincs a szövegnek. Ne, hát, se, az egy darab szó nincs benne, ami legalább japán lenne? A 2 sor végén találtunk a rei, ugye az első sor reire végződik, a második meg kohei. Ennek éppen van értelmük, de nem áll össze semmi értelmes mondat. A rei az azt jelenti, hogy példa, vagy példát jelent leggyakrabban, igen, a kohei pedig meg ilyen kis katona, tehát a legalacsonyabb rangú katona. Ennek így van értelme, de az összes többi szónak semmi értelme, tehát nem is lehetséges, hogy a japán nyelv szabályai szerint, ugye szótagról van szó, szótagírásban használják a nyelvet, tehát az a lényeg, hogy 2 másra hangzó egymás után nem lehet. És az a 2 sor teli van. Tehát még egy japánnak tűnő szövegnek se felel meg. Igen, nem is tűnik japánnak. Simán lehet, inkább hogy németnek mondanám. Hogy a dalszövegírás is úgy történt, ahogy sok klasszikus pop meg rockdal esetében, és stúdióban még hiányzott belőle 2 sor, csak a léten a Kozsó egy nap előtte látta az Öld meg a Shogun című klasszikust, és erre emlékezett, erre a 2 szóra. A többit meg így mellé költötte. Igen, ez elképzelhető. A párod egyébként megtanult magyarul? Tehát ő beszél? Hát nem igazán, nem jól, igazán. De úgy. Legalább annyira lehet egy japánnak megtanulni, annyira nehéz lett megtanulni magyarul, mint nekünk megtanulni japánul, nem? Tehát mind a 2 nyelv szerintem nem, nagyon nehéz. Sokkal nehezebb. Nekik sokkal nehezebb megtanulni a kiejtés miatt. Nekünk a japán nyelv kiejtésével nincsen gond, tehát az kapásból megy. Eleve nálunk ugye 5 magánhangzó van, vagyis a japán nyelvben 5 magánhangzó van csak, a magyar nyelvben meg 13. Egyszer megszámoltam, úgyhogy majdnem 3-szor akkora a hang készítünk, mint a japánoknak. Nekik fordítva nehéz tágítani, nekünk egy leegyszerűsített nyelv ilyen szempontból a japán. És van még olyan, hogy esetleg így nem értitek egymást, mint hogy mondod neki, hogy szívvel 2 hét után már azért elmosogathatnál. Még mindig nem érteni nyelvet. Hát, persze, ilyen vicc-szinten ez. De nagyon nehéz volt neki asszimilálódni, hát azért a magyar kultúra nagyon más, mint a japán kultúra, tehát nem más hagyományokra épül, nem? Ez hát az nagyon más lehet. Nem könnyű, de mikor kérdezem, hogy mi az előnye Magyarországnak, mondja, hogy földrengések nincsenek, annak ugye nagyon örül, meg hogy vannak ezek a kabócák, a szémi, ő azokat nagyon utálta, és hogy azok sincsenek, tehát sokszor nem tudunk a rejtett értékeinkről, hogy ezeknek nagyon örül.
Amíg mészárolják a bálnákat, én nem tudom őket megszeretni. Komolyan mondom. Tehát ha ezt egyszer abba hagyják, és azt mondják, hogy gyerekek, nem ölünk többet, akkor tudományos kutatás. Tudományos kutatás, én mindig végignézem ezeket a Sea Shepherd, hogy próbálják megakadályozni, régen nagyon sok részt megnéztem. Hát egyszerűen addig megszerethetetlenek, idézőjelesen. Nem nyilván kis túlzással, persze nem japán hétköznapi emberre gondolok, de amit csinálnak, az elképesztő. Még mindig. És ez nem érti, hogy ennek mi értelme van. Most azt mondják, hogy tudományos célral, aztán felfüggesztik, újra mészárolják őket. Ez egy nagyon nem szép dolog tőlük, vagy kevésbé szerethető. Ezt én is így látom, nekem se szimpatikus ez a része, de azt tudni kell, hogy nagyon kismértékű dolog ez. Tehát a japánok 99%-a nem evett bálnahúst. Tehát a feleségem se soha életében nem evett, de létezik egy ilyen kis csoport. De akkor kinek csinálják, vagy kinek vágják le? Hát azt mondják, hogy a bálnahús fogyasztás Japánban, mint a 60%-a a japán lakosságnak eszik bálnahúst. Közben egyébként tényleg évről évre csökken azt olvasni, de mégis mészárolják őket. A feleséged nem jött így haza egyszer, hogy kóstoljuk meg az arany halhúst közben meg? Nem, ilyen ötlete nem volt. Nem, ők viszont azon vannak kiakadva, hogy mi magyarok, hogy tudjuk megenni a nyuszit, amilyen aranyos kis állatka, kis szőrmag. Fokhagymával szoktuk mit csinálni. Ezt nem tudják feldolgozni. Igen, náluk, igen, ez ilyen nagy dolognak számít, hogy mi eszünk nyulat például? Igen, ők ezt a nyulat, meg hogy hallják, hogy van, aki eszik lovat is. Tehát kb. Annyira elterjedt a Japánban a bálnevés, mint nálunk mondjuk a nyúl vagy a lóhús, ilyen extrém dolog. Tehát van, aki eszi, de hát ez van is náluk egy csoport, a Bunny Shepherd, ami azt a célt tűzt ki magukra, hogy megvédi a nyulakat. Hát ez komoly. Viszont nincs különbség egyébként, de tényleg nincs. Abban érzem, hogy igazad van, nem? Tehát most mi a nyulaka ugyanolyan, ebből a szempontból ugyanolyan barbár dolog. Hát az arra tenyésztett jószág, annyi különbség. Igen, talán annyi, az, hogy igen, azért az a bálna nem szólt. Igen, tehát hogy a bálna populáció viszont vészesen csökken. Jó, mondd ezt a mezei nyulaknak, akik szerintem nem arra vannak tenyésztve. De igen, de most meg ezt egy állattal, hogy... Ja, most a tenyésztettek, azok tenyésztve vannak, ebbe igazából. Azt arra tenyésztik, érted? A mezei nyúl meg szerintem annyi van, mint a csillag az égen, bálna meg kevés. Te sokat vagy kint Japánban egyébként, Nimrod? Hát mostanában nehezebben jutok ki, de idén is tervezünk kimenni. Igen, sok furcsaság van ott, nem? A bugyi automatáktól kezdve a tini lányokról lerángatott használt bugyi megvásárlásáig. Most nyilván nagyon felszínesen mondom én ezt a japán kultúrát. Leszűkítve a japán kultúra, de azért egy európai ember számára sok furcsaságot látni ott, nem? Igen, ez egyértelmű. Igen. Neked mi volt a legfurcsább, amivel találkoztál? Hát nekem negatív értelemben nem volt furcsa dolog, tehát én lehet, hogy biztos elfogult vagyok, mert mindig jó szemszögből látom őket, de én csak pozitív irányba csalódtam mindig. De a legnagyobb ilyen kulturális sok, ezt hallom sok tanítványunk is, aki kijut Japánba, hogy elképesztően diplomatikusan, kedvesen bánnak az emberrel. Például a rendőr is, hogyha bevisz a rendőről se, hogy elkövet valami bűncselekményt, akkor megkínálnak étellel, megkérdezik, hogy miben segíthetnek, annyira alkalmazkodóak, még ők kérnek elnézést sokszor. De kirabolsz egy bankot, elkapnak, bevisznek, és azt mondják, hogy mit parancsol, miben tudok segíteni? Hát olyan esetről hallottam, hogy volt, aki csalt, hogy vonatjegyet, rossz jegyet vett direkt, a legkisebb távra vette meg, és a legnagyobb távon utazott. És erre a rendőrök bevitték, és megkérdezték a végén, úgy, hogy megkínálták étellel, mondták, hogy aznak a kaja rá nem kellett költeniük, stb. És a végén megkérdezték, hogy abban kiegyezhetnénk-e, az úgy jó-e, hogy mi azt vállaljuk, hogy véletlenül rossz jegyet adtunk önöknek, elnézést kérünk ezért, bocsánat, és visszavisszük önöket oda, hova szerettek volna menni ingyen, hogy ez így jó-e önöknek. Ki akarok költözni? Hát, én minden nap át akarok élni ilyen kulturális sokkot. Igen, vagy például a rendőröknek kötelező bizonyos mennyiségű pénzösszeget adni, ha kérsz kölcsön tőle, mondod, hogy például nincs, elhagytad a pénztárcádat, haza szeretnél menni, a metróra adjanak jegyet, természetes, hogy adnak kölcsön, elkísérnek, segítenek. Igen, mert visszaadják, tudod, valószínűleg ez van, hogyha te japánként kölcsön kérsz valakitől pénzt, akkor az első, hogy azt másnap vissza fogod vinni. Az utcán ott megállítasz valakit, adják kölcsön. Szerintem adnak. Mert elveszítetted a pénztárcádat. Igen, tehát ott nem az van, hogy nyilván elveszítetted kis menjél már innen. Eszébe se jut, hogy hazudik. Így nem? Van, tehát így más van, és másnak vissza fogja hozni. Én ezt hazafelé kipróbálom. Ez engem is nagyon megdöbbentett. Például
áruházak előtt van olyan, hogy ingyen elvihető esernyő, tehát hogyha esik az eső, ott van az esernyő, hogy elvigyed, csak hozd vissza, légy szíves. Uh-huh. És láttam olyat, hogy megy ki egy japán a zuhogó esébe, és nem viszi az esernyőt. Mondom a feleségemnek, hogy ez miért van? Hát ott van az esernyő, csak elvinni. Azt mondta, hogy valószínűleg aznak nem tudja visszahozni, ezért inkább bőrigázik, mert a lelkiismerete nem engedi. És mi lenne kirakni a 10 darab esernyőt? Egy ember vinné el. Ezt láttál az esernyőt. Így átöl el bevinni az egészet. Egy méterrel arrébb, 500 forint az esernyő. 500-300 esernyőt, kiraknál 10 darab esernyőt, csak ezt látad. És kész. És soha többet nem lenne az áruháznak egy darab esernyője se. Semmi. Igen, és a sarkon már árulnánk. Hát picit más a mentalitás azért ezt így halva. Igen. Érdekes. Jól van, köszönjük szépen, hogy segítettél nekünk. Nagyon szívesen, én is köszönöm. Köszönjük, csáó, jó munkát neked. Hello. Hát ez nagyon jó, hogy a feleség azért szeret Magyarország élni, mert nincs kabóca. El tudok kézzelni, a következő évértékelő beszédnek a végén ez is ott lesz. És nincs kabóca. Érdemes idején, nincs kabóca, igen. Na játszunk, már is itt van a játékosunk, hármas ugrás játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Hello Betty, Szombathelyről. Igen, így van. Betty, mivel foglalkozol? Hát egy fogtechnikai cégnél vagyok, betanított munkás. Betanított munkás vagy fogtechnikai cégnél. Gondolom, milyen fogászati eszközöket gyártotok? Igen, így van. Aha. Segítséged van, vagy egyedül játszol? Igen, van segítség. Igen, így van. Húha, ki segít? Hát a munkatársak. Azért én is éreztem, népszerűen gondoltam, hogy kik hát, vannak ott. Dori, Dani. Jó sokan vagytok. Igen, vagyunk páran. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem vihető. Vihető? Na, megnézzük. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Hogy nevezik azt a szakembert, aki a beszédzavarok javításával foglalkozik? Logopédus. Így van, logopédus vagy, jó? Menjünk tovább? Igen, persze. Második kérdés így szól. Hány játékrészből áll egy amerikai futballmérkőzés? Egy pillanat gondolkodunk. Négy negyed. Nagyon jó. Jól van, ki tudta? A 3G. Igen, a Google. Jó, mi legyen? Folytassuk, menjünk tovább. Menjünk tovább. Harmadik kérdés így szól. Melyik évben lett Cserhalmi György a nemzet színésze? Cserhalmi György. Rövidebb időt adok rá, mert nem... Oké. Okay. Mikor lett a nemzet színésze? Mondom, mert keresem. Ennyit nem tudunk várni. Nem, hát azért, ott vagyok öten, egy telefonban az ember beüti, azonnal kiadja. Hát ennyi idő nincs. 2014 lett volna a jó válasz egyébként. Hát igen, most már nekünk is megvan. Igen, picit iparkodni kell. Na, harmadik kérdés, mennek az ajándékcsomagok? Bum! Jézusom, nem állt, nem hallott. De ez már az én hangomra indult, nem a bumra. Igen. Ennyire. Jó. Önbizalom hiányos, hitehagyott. Hát ez nem. Így kell csinálni, hallgass. A tegnapi játékosunk volt, vagy tegnap előtt. A teljesen atya furcsa bum. Seriáli. Értelmezhetetlen. Jó, hát ez most jelen pillanatban nem sikerült. Betty, de hitehagyott is volt ez a bum. Tehát ebben már ti se hittetek nagyon. Hát, pedig hittünk. Hittetek. Jól van, köszi a játékot, ciao. Köszönöm. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Kitúltoltuk a poti. Na jól van, azt mondja, hogy gyorsan közlekedjünk egy picit. Kapuváron a forgalommal szemben egy zöld rendőrautóban mérik a Sopron felől érkezőket. Ezt Eszti küldte nekünk. Rönkön szürke Skodából mérik a Körment felől érkezőket. Kobi üzeni, valamint Andrássy út, Székely Mihály utca sarok, szintén Trafipax. Ezt Tigris küldte nekünk. Köszönjük szépen. 9 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
Show. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 13 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Szerdán a hét... Hát mondhatni, talán a legnehezebb napján, ugye? A munkahét legnehezebb. A munkahét. A közepe. De most már nem. Most már negyed tíz van. Nekünk, a nyolcig. Nekünk jó. Már negyed tíz, de igen, hát ez a szerda, ez egy kicsit a holdpont jellegű napok közé tartozik, aztán a csütörtök már, amikor átbillen a libikók, ha nem, igen. És ott már érzed azért a hétvége. De mi nem szabadkozunk, hát nekünk ez a, hogy hívják, ez a munkánk időpontja, akkor tudjátok, kik az igazán szerencsések, az éjszakások. Mert ők már túl vannak. Már túl vannak. Ők már alszanak, igen. 47-es úton Beretyóújfalu és Derecske között van egy trafi. Andrássy úton, pont a Nagyáruház előtt szintén trafi, a hősök tere felé haladókat mérik. Nagy a gyanú, hogy ez már az új szupergép. Írja Zoli. Az nem lehet, azt most elhalasztották. De kint lehet a gép, mert igen? Ugye a tesztelés továbbra is folyik, csak még nem hivatalos a büntetés. Tehát, hogyha a szupergép mér be, akkor azt most tesztelik. Még nem jön bünti. Így van, mert jött egy új szoftver frissítés, ahogy hallottam. De már elfáradt a szoftver. Elfáradt a szoftver, most megfrissítették, és most megint tesztelik, tehát ők már dolgoznak vele, csak ez még nem hivatalos, tehát nem kapsz büntit. Kemény időszak lesz, amikor ezeket hadrendbe állítják, ott védítani fogjuk a lóvéd gyerekek, sávváltás, index nélkül, biztonsági, ott mindenért kapni fogunk. Rönökön szürke Skodából mérik a körment felül érkezőket. Kobi üzeni és a Székely Mihály utca, valamint az Andrássy út sarkán van egészen pontosan a trafi. Ezt Tigris küldte nekünk. Köszönjük szépen. Még mindig jönnek helyes megfejtések? Most is kérdeztél még valamit a Fapados légitársasággal? Nem, kapcsolatban? Én kérdezem, de nem te kérdeztünk, én majd válaszolok, illetve a hallgató. De a hallgatók válaszolnak, igen. De hogy látom, egész nap ugyanaz a kérdés, ugye? Így nem van. Változik be minden. Nem, minden napra van egy új kérdés. Minden napra van? Például az volt, hogy mondd a helyes választ. A mai például az volt, hogy Debrecen a jó megfejtés. Így van. Küldjétek el a kérdést. 0676. Csavarjunk egyet a játékon, nem az a jó, nem az gyere, aki elküldött Debrecen, mert az könnyű. Miért nem csinálunk egy ilyen, tényleg? Tehát egy ilyen játékot. El kell küldeni a kérdést. Na. Hogy mi volt? Igen, helyes válasz nélkül. Hello, Juli, jó reggelt! Sziasztok, fiúk! Kerültetek már olyan helyzetbe, hogy mentőt kellett hívnotok? Hogy mentőt kellett hívni? Mm-hmm. Hál' Isten nem, megmondom őszintén, nekem nagy félelmem ez a félrenyelés, és egy centinél nagyobb virsli darab kerül a gyerek tányére, erre azt is hatba vágom, mert rettegektől. Én gyerekkoromban nagyon sokszor megfulladtam majdnem, de nem volt ilyen. Tényleg, többször úgy hoztak vissza, de nem volt. Nekünk sajnos már igen. Igen? Persze. Jó tapasztalat? Rossz tapasztalat? Nem. Jó. Nem jó. Semmiképpen nem jó. Sajnos. De miért, mi történt? Nagyon udvariatlanok voltak. Tehát, hogy kicsit mogorvák voltak, hosszú volt valószínűleg a nap már, és nem voltak túlságosan jó fejek, és picit így tűrtőztetem is kellett magamat, hogy így nem mondjam el nekik, hogy... Na, hogy ez most nem az az alkalom, ahol rossz fejeskedniük kellene. De mi történt, Juli? Hát nemrégiben mentőt kellett hívnom, pontosabban a férjemnek kellett mentőt hívnia hozzám. Arról van szó, hogy... De ez most a napokban egy hete elmondta? Igen, nem régiben. Ez nem egy régi sztori. Nem egy régi sztori. Egyszer csak látótér kiesésem volt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy csináltam a napi dolgaimat, és egyszer csak elkezdett eltűnni a kép balfele. Elsötétült, elkezdett szétesni a kép. Tehát egy nagyon furcsa élmény volt, és ráadásul egy ilyen fura beszédzavar is... jött mellé. Atya Isten. Egy elég ijesztő állapot volt, a Miró tárcsázta a mentőket, és a hölgy, miután elmondta neki, hogy hát a feleségem nem nagyon lát, és kicsit nehezen beszél, a hölgy azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy ez nem különösebben komoly probléma, vagy ő nem érzi annyira erőteljesnek ezeket a tüneteket, hogy mentőt küldjön hozzám. Aha. És azt mondták, hogy nem jön mentő. Nem jön mentő, és azt mondták, hogy keressem fel a körzeti orvosomat. Hát jó, és ott feküdtél félig megvakulva, idézőjelesen, szédülve, agyvérzéses tünetekkel. Hogy azt mondta, a feleségem egy teljesen egészséges, kétgyerekes anyuka, és nem lát a bal szemére, kezd eltűnni neki a világ. Ez egy teljesen normális folyamat? Mondta, hogy hát ő nem érzi úgy, hogy ez túl nagy gond lenne. Nem emlékszem már, hogy milyen szavakat használt, de tulajdonképpen az jött ki az egészből, hogy valami csip-csup kis hülyeség miatt hívtuk fel őket. Aha. Te már feküdtél? Tehát le kellett feküdnöd? Hát gondolom, én igen, és egy idő után én rosszul lettem, mert egyrészt borzasztó ijesztő volt az állapot, hogy elkezd megszűni körülöttem a külvilág. Teszem hozzá, azóta utána olvastam, és mondjuk egy kezdődő... agyvérzés, az így indul. Pontosan ugyanezeket a tüneteket. Lebénul az egyik oldalad, igen, felmegy a vérnyomásod. Nem küldtek igen. Hozzám mentőt, utána egyébként a hogy hívják ez, akik a kerületben járőröznek?
Az ügyelet. Az ügyelet sem jött ki. Ők is azt mondták, hogy ez szerintük se túl komoly. Tehát, és ők is azt tanácsolták, hogy keressem fel nappal a körzeti orvost. Nappal történt, éjszaka történt? Nem, napközben reggel. Tehát itt semmi extrém nem volt ebben a történetben. Csak azt nem tudom, hogy minek kell ahhoz történnie, hogy azt mondják, hogy akkor hogy mentőt küldünk. Vagy hát ez egy mi... Tehát, hogy mi történik akkor, hogy ha nekem, ne adj Isten, ott, akkor abban a pillanatban valami, tényleg valami nagyon komoly problémám van, akkor utána kit vesznek elő? És mert a Miró kérdezte, hogy mondja meg a nevét, a beosztását, kivel beszéltem meg a férjem most, az ügyeletes kollega már nem mondta meg. Aha. Azt megkérdezték, hogy uram, van kocsija, be tudja ültetni a feleségét, be tudja vinni kórházba? Nem, effektíve nem mondtam Pétervet. Mert akkor még azt mondod, igen, nem. Mert arra még azt mondod, hogyha szállítható beteg vagy, akkor vigye már be, mert nekünk egyébként van 5000, ennél fontosabb vagy súlyosabb esetünk, de egy telefonvonal túlsó végéről eldönteni azt, hogy te most meg fogsz-e halni mindjárt agyvérzésben, vagy lebénulni, vagy nem az erős. És azért tesz hozzá, te vagy a beteg, hogy állítanál föl már egy olyan diagnózist, ami alapján ő aztán tényleg egy felelős döntést tud hozni. Igen, hát a mentők védelmében már nem akarom őket nagyon védeni, de hogy azért nyilván a diszpécsernek el kell tudni dönteni, nem küldhet mindenhova mindig mentőt, mert annyi mentő a világon nincsen, amennyiért mentőért telefonálnak, gondolom én. Itt az érdekes az, hogy mi alapján dönt, vagy milyen szakképesítéssel, vagy hogy dönt, nem? Vagy mi van akkor a rosszul, de nyilván az, hogy nem mondta meg, hogy hívják ezeket a beszélgetéseket, rögzítik, visszakereshető. Nem, az ügyeletes nem mondta már meg. Ja, az ügyeletes nem mondta meg. A mentőstől nem is kérdeztük, mert rögtön mentünk tovább. Viszont ami a külön csomag az egészben, hogy nekem korábban már volt ilyen, akkor kijött az ügyelet, és azt mondták, ha még egyszer van ilyen, akkor hívjuk a mentőket, és menjünk azonnal a kórházba. Mert annyira komoly. És akkor ezt jeleztük is, hogy legutóbb, amikor ilyen volt, akkor szóltak, hogy hívjunk mentőt. És ti mondtátok a mentős diszpécsernek, hogy legutóbb már volt ilyen, és szóltak, hogy hívjatok mentőt, és mondta, hogy nem jönnek. Mondta, hogy nem küldi ki, menjünk körzeti orvoshoz. Hát figyelj, én tudom, hogy az ő helyzetük mostában nem könnyű, de azért most az elmúlt pár hónapban azért volt egy-két nagyon kemény ügy. Amit nem is tudom, valamelyik nap boncolgatott az egyik internetes portál, hogy a fenébe van az, hogy vagy nem jön, vagy baromi sokat késik, vagy nem ér oda időben, vagy egyébként olyan dolgok történnek, hogy a mentőállomástól 500 méterre lett rosszul, és egyébként 15 kilométerre távolabbról küldtek mentőt neki, ami teljesen értetetlen. Igen, vagy a zebrán ütöttek el valakit, és nem jött a mentő, és fél órát kellett várni, egy percre volt a kórház, és nem tudott a mentő időben odaérni. Tehát mostában azért nagyon sok ilyen esetet hall az ember, ami egyébként rémisztő. Ami tényleg rémisztő. Figyelj, én maximálisan támogatom az ő munkájukat, és megértem minden problémájukat. Én egyetlen egyszer kerültem olyan helyzetbe, hogy szükségem lett volna segítségre, vagy azt hittem, hogy szükségem van segítségre, és akkor nem jöttek. Tehát, hát volt egy ilyen nő, egy budaörsi nő, hogy a budaörsi nő ugye sztrókot kapott, ez szintén valamikor, nem is tudom mikor történt, most nem akarok hülyeséget mondani, hogy sztrókot kapott, és Budaörsön van mentőállomás, és a Bakcsomóponttól küldtek neki mentőt, és egy órát kellett várni a mentőre, mire kiért egyébként. És ez pont az az eset, amikor... Aztán még elvitték kórházba, azt hiszem, ott nem vették föl, lebénult. Tehát az olyan komoly történeteket szedtek össze, hogy mi történt. De hogy akkor ül a diszpécser, és ő dönt? Hát valószínűleg az van mondjuk ebben az esetben, amit te mondtál a sztrókos hölgy esetében, hogy ugye Budaörsről egy perc alatt kiért volna a mentő, csak nem volt bent egy sem. Tehát kevés a mentőautó, kevés a mentőorvos, ők már kint voltak valami esetnél, őket nem küldheted vissza. Tehát kiküldesz Budaörsről, mit én az M7-esen van egy baleset, oda küldesz egy mentőautót, és utána rácsörögsz, hogy já, srácok, forduljatok vissza, mert van egy sztrókos nő. Tudod? Na de azt gondolnád, hogy akkor van egy mentőautó, most ha nyilván van egy tömegbaleset, ahol van három, talán pont a szegedi eset volt, ahol azért nem ért ki, mert aznap még reggel három baleset volt. De hát azért azt gondolja az ember, hogyha van egy baleset valahol, de közben valaki mondjuk sztrókot kap és Budaörsön, akkor nem egy darab mentő áll bent, és mondjuk szolgálja ki az egész kerületet, vagy azt a várost, lehet, hanem mondjuk feltételezett, hogy mondjuk lehet, hogy van kettő mentő, nem? Vagy három, ami esetleg mondjuk odaér, hogy mondjuk egy sztrók alatt fekszel otthon a konyhakövödön, akkor ne kéne egy órát várni. Igen. Azért ezek megdöbbentő adatok. De nincsenek elég mentő. Igen, érdemes lenne tudni, hogy hány emberre esik hány mentő, érted? Tehát Budaörsön laknak nem tudom mennyien, 200 ezeren laknak Budaörsön 200 ezer ember, és van mondjuk 15 mentőautó. Uh-huh. És abból főznek, amiük van. Csak azért tényleg az nonsense, hogy mondjuk adott esetben a diszpécser felállít egy prioritást, mondjuk egyszerre egy mentőautónak mondjuk ki kell menni 4 helyre, és akkor a diszpécser azt mondja, hogy akkor ez a legfontosabb, ide érjen ki előbb, aztán ide, és aztán pedig mennek a kórházba, és simán előfordulhat, egyébként nálunk családtaggal fordult elő, hogy így
több mint 3 órát utaztatták körbe a városban. Hát nem volt fogadókórház, melyik az ügyeletes, hova viszik, igen. Hogy? Én egyszer voltam hétvégézni egy olyan sráccal, aki sokáig mentőzött, egy társaságban voltunk, és ő egyébként nagyon, ő azt mondta, hogy nem a mentősökön múlik. Tehát, hogy higgyük el, hogy nem rajtuk múlik, ők megkapják a riasztást, ők azonnal mennek. Azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon irdatlan állapotok vannak egyébként a dispatcher szolgálatban. Tehát sokszor hozzá nem értő, analfabéták, tisztelet a kivételnek, dolgoznak olyan helyen, akiket fölvesznek X bérért egyébként, tehát ilyen minimális fizetésért, és ők vagy rosszul döntenek, vagy úgy döntenek, hogy nem kell hívni, vagy nem hívják, vagy tökentlenkednek, nyilván nem mindenki, de ő egy mentősként dolgozó mentős asszisztens volt, és ő azt mondta, hogy nem rajtuk múlik. Tehát ott ülnek az ügyeletben, ott van, megkapják a riasztást, mennek, hogy ez sokszor elmegy egyébként, ő a dispatcher szolgálatot mondta. De akkor tartunk egy pici szünetet, jó, a Györfit, ha elérjük, akkor megkérdezzük ezeket a dolgokat. Utána ti visszatelefonáltatok, vagy utána nem tudtatok visszatelefonálni, tehát bementetek, akkor mit tudsz mondani? Hogy persze. Nem. Semmit nem tudta. És mi volt? Kiderült, hogy mi volt neked egyébként? Igen, kiderült utána, tehát a végére jártunk. Viszonylag ritka, van egy olyan migrénfajta, aminek van egy ilyen előjátéka, ez egy 20 perces roham, ami aztán utána nyomtalanul eltűnik, és akkor utána jön a, vagy jön, vagy nem jön a nagy fejfájás. És ez ennek a tünete. De hát ez azért elég rémisztő állapot. Tehát nézd, hogyha most azt mondom, akkor a diszpécsernek volt igaza, mert nem volt komoly probléma. Jó, és ha nem, ha ezt onnan most... Itt az a baj, hogy te ott vagy kiszolgáltatott állapotban. Neked az egy megnyugtató tudat, hogy jön érted a mentő. Tehát ha te azt hallod egyébként a telefonban, hogy nem jön a mentő, most nyilván a diszpécser elkezdő, hogy valaki leesik és bedagadt a karja, menjen az ügyeletre. De ha azt mondják neked, miközben a konyhakövön fekszel éppen félszemedre megvakulva, ájultan, hogy nem jön a mentő, nem? Hát te azt akarod hallani, hogy jönnek érted, és segítenek is. Téged a mentő, téged az egészségügyi nem hagy cserben. Ki jönnek érted? Mert nem csípcsuk dologgal telefonáltál be. Tehát ez erről szól, nem? Vagy erről kellene, hogy szóljon. Tehát ez egy bizalmi dolog. Nyilván nem mehet mindenhol a diszpécser egy darátcsípéshez, csak ha van, mit tudom én, egy, nem tudom, anafilaxiás sok, akkor menni kell. De azért a kövön fekve, félszemedre megvakulva, félkézzel lebénulva nem kapsz mentőt, az nonsens. Az nonsens. És nyugodtan egyébként egy kört még rátehetünk. Mi van akkor, hogyha a férjed nincsen otthon, otthon veled, mondjuk, veled a két vagy kicsi otthon. Gyerek, ja. És te még úgymond az utolsó erőddel betelefonálsz, aztán pedig elhatalmasodik rajtad a roham, uh-huh. És a két gyerek ott van veled, és semmit nem tudsz csinálni. Jó, a legjobb, ha ezeket a kérdéseket feltesszük a Györfinek, rátörünk, akkor reméljük, hogy éppen nem nyilatkozik valahol, felhívjuk Györfi Pált, a mentőszolgált szóvivőjét. Egyrészt mondják, hogy döntenek a diszpécserek, hány mentő jut egy emberre. Nyilván van egy csomó olyan dolog, ami a mentősöket is akadályoztatja, amiről nem tehetnek persze, tehát ezeket az érveket elfogadjuk, de mégis, ha ártatlanul egyszer csak mentőt kell hívni, min múlik az ember élete? Ebbe jó belelátni, nem? Ezt nem is tudjuk egyébként, hogy a diszpécser dönt, milyen képesítéssel dönt, tényleg sokszor tökéletlenek, ezt nem hiszem, hogy biztos, hogy el fogja mondani. Vagy hogy onnantól kezdve mondjuk tényleg, hogy van az, hogy egy órát kell várnod, miközben ott van tőled 5 perc egy mentőállomás. Jó? Úgyhogy jön egy pici zene, és aztán hívjuk Györfi Pált, 9:30 lesz, pontosan 4 perc múlva Györfi Pállal jövünk mindjárt, ha elérjük. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Pontosan 9:30 van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy kicsit komolyabb témával fejezzük be a ma reggel, de ez egyébként egyáltalán nem biztos, hogy baj. Júli elmondott egy érdekes történetet, hogy pár nappal ezelőtt mi történt vele, és olyan kérdések merülnek fel az emberben, ami szerintem mindenkiben felmerül, vagy azért, mert már volt hasonló helyzetben, vagy azért, mert fél attól, hát, hogy hasonló helyzetbe kerül. Vagy hasonló helyzetbe kerül, hát ugye a mentő hívás, Júli elmondta, hogy... Hát hívott egy mentőt az ő párja, lebénult a fél keze, nem látott, ugye rosszul lett, megvakult időlegesen, hál' Isten, és a mentőnél azt mondták, hogy a mentőszolgálat azt mondták, hogy ez nem tipikusan az az eset, hívja inkább az ügyeletet vagy a körzeti orvost, és hát nagyon sok olyan történetet hall az ember, sajnos, nyilván, hát ez abszolút sajnos, amikor ugye a mentő nem ér oda időben, és pár percre van a mentőállomás, szegedi eset, debreceni eset, stb. Még sincs elég mentő. Legalábbis laikusként azt gondolja az ember, hogy azért nem ér oda, mert nincs elég. Nem? És mondtuk, hogy felhívjuk Györfi Pált, aki már itt is van, mint egy jó szóvivő, hát mindig elérhető. Jó reggelt kívánunk, hello Pali! Jó reggelt! Jó reggelt. Hát képzeld el, hogy én is fölhívtalak volna, hogyha most nem hívtok, mert hallgattam a műsorokat, és egyszerűen már nem bírtam magammal, hogy hadd szóljak bele, hadd mondjam el én is, amit szeretnék ezzel kapcsolatban. Figyelj, én úgy szeretem egyébként, hogy tényleg mindig elérhető, hogy annyi szóvivő van, és órákat kell e-mailezni, levelezni, rólatok pedig beszélünk, itt vagy, elérhető vagy, hallgatsz minket azonnal. Tehát ez nagyon, nagyon klassz dolog. Hát nagyon köszönöm, viszont
azért vitatkozni szeretnék veletek, tehát azért egy pár dolgot, ha megengeded, elmondanék így gyorsan, amit az utolsó percekben hallottam. Ugye itt szó volt egyrészt arról, valamelyikőtök azt mondta, hogy ő nem akarja védeni a mentőket, tehát azért én szeretném, hogyha mindannyian úgy éreznétek, hogy ezért ez a mentőszolgálat, ez azért értetek van, és nektek van, és az a 7000 bajtársam, aki országszerte dolgozik, ő valóban azért él, és azért dolgozik itt, nem a pénzért, ezt gondolom senki sem gondolja komolyan a hallgatók közül, hanem azért, hogy segítsen az embereknek. Tehát mi mindent A pénz és a fizetés azt ismerjük, tehát nyilván aki azért dolgozik, az igen, az nehezen. Így van. És ráadásul ugye azt is említetted, hogy az utóbbi időben rengeteg ilyen eset volt. Nos, azért hadd mondjam el, hogy azok az esetek, amiket felsoroltál, és amiknek egy nagy részéről a mai napig nem derült ki, hogy ott valóban hibázott-e bárki is, mert vizsgálat zajlik ezekben az ügyekben, mondjuk ez legyen 5-10 eset, ennek az 5-10 betegnek ez borzasztó, és nyilván az élete múlhat rajta, de azért azt is látni kell, hogy 2 millió esetünk van évente, és az a mondjuk 1.980.000, ahol minden rendben volt, a mentők tökéletesen dolgoztak, a beteget megmentettük, az sosem kerül a műsorba, vagy legalábbis nagyon ritka. Igen, Pali, csak azért a ti esetetekben egy speciális dologról van szó, ez nem ez, amikor az esztergogép mellett dolgozik valaki, és ez egy-két alkatrészt elszúr, és az megy a selejtes ládába, azért itt ez nem úgy. Persze, tökéletesen igazad van, csak azért a józanság kedvéért el kell mondanom, hogy tökéletes rendszer nincsen. Gondolom, hogy a rádió sem tökéletesen működik, én magam sem vagyok tökéletes ember. Ez nem igaz, csak azt szeretném mondani, hogy mi mindent megteszünk, hogy hiba ne forduljon elő, és azért van a fejlesztési programunk, és így tovább. De ha most megnéznénk azokat a konkrét eseteket, amiről az előbb szó volt, említettél például egy szolnoki esetet, ahol zebrán történt gázolás, és nem ért oda a mentőidőben. Ha azt megnézzük, akkor pontosan lehet látni, hogy mi történt és mi okozta ezt. Tehát, én azt gondolom, hogy így persze könnyű ezt kinyilatkoztatni, az előbb valamelyikőtök azt mondta, hogy hozzá nem értés a diszpécserek. Én egy wellness hétvégén voltam, ahol egy mentőssel voltam együtt, aki már nem mentőzik, egyébként pont a fizetések miatt hagyta abba, és nagyon szeretett, de nem tudta csinálni, és elmondta, hogy ne higgyük el, hogy nem a mentősökről van szó, hogy ott ülnek, egy percen bőri aztják őket, ez az életük, mennek, hanem sokszor a diszpécserektől nem kapnak mindig riasztást, hát nem adják át, rosszul adják át. Tehát, hogy ő pont a mentősöket védte, és azt mondta, hogy ők, mint mentősök, a diszpécser szolgálattal baromi elégedetlenek, és ezt ő így mondta nekem, hogy sokszor félhülyék dolgoznak ott, ez az ő szava járása. Igen. Hát ezt most nem tudom, hogy te meg tudod erősíteni. A többes számot szeretném minden elvenni, tehát volt egy mentő dolgozó, akinek ez volt a véleménye. Aha. És látod, ez azonnal hiteles véleménynek tűnik, és már te is úgy beszélsz róla, mint hogyha ez egyrészt mindannyiunk véleménye lenne, és mintha ez igaz lenne. Ez egyáltalán nem biztos. Én azt látom, hogy a mentőszolgálatnál hívásokat fogadni, segélyhívásokat fogadni, és utána felelős döntéseket hozni, mentőautókat irányítani, az egy borzasztó nehéz feladat. Hát az előbb te is említetted, jó, hogy nézzük konkrétan, hogy működik, mert ugye nyilván nem statisztikák miatt hívtunk, de nem arról akarunk beszélni, hogy hány esetben igen. Igen, mikor nem. Hogy működik? Tehát laikus betelefonál, ott a diszpécser dönt. A Julinak például azt mondták, a körzeti orvos, hogy a legközelebb ilyen van, hívjon mentőt. Ők felhívták a mentőt, Juli feküdt a kövön, lebénult a bal kezen, nem látott. Azt mondták, hogy erre a diszpécser azt mondta, hogy erre, hát szerint erre nem megy ki a mentő. Akkor nézzük háromféle szempontból. Igen. Ugye Juli férje lennék, akkor én is fel lennék háborodva ugyanígy. Szerintem igazad van, igen. Igen. Hogyha a végeredmény nézzük, Juli is elmondta, hogy végül is kiderült, hogy jó döntés volt, hiszen hála Istennek nem lett komolyabb. De mi a hagyvérzése van, mondjuk. Így van. Ugyanakkor én, mint mentőszóvű, azt tudom mondani, hogy meg kéne hallgatni azt a hangfelvételt, mi hangzott el a magnószalagon, amikor valaki ilyet éppen, ugye a felesége ott fekszik a földön, akkor ugye kérdés, hogy milyen információk hangzottak el. Ettől függetlenül lehetséges, hogy az elhangzott információk alapján van egy mentési rendelet, amely tételesen felsorolja, hogy milyen esetekben kell mentőt küldeni. Amikor valaki mentőautókat irányít, akkor azért a betegért teljes felelősséggel tartozik, aki ez éppen hívják, de ugyanígy teljes felelősséggel tartozik a következő betegért is, aki ez esetleg azért nem tud küldeni mentőt, mert feleslegesen kiküldte az előző beteget. Nyilván sem Magyarországon, sem a világon máshol sincs korlátlan számú mentőautó. Ezt is megszabták, hogy hány lakosra kell egy mentőautónak jutni, ez kb. 20 000 lakost jelent, illetve 100 000 lakosra egy esetkocsinak. Bocsánat, Pali, nem érzed abszurdnak azt, hogy mondjuk egy helytálló szakszerű diagnózist várnak egy civil embertől, aki ráadásul pánikban van? Senki sem vár helytálló szakszerű diagnózist, erről szó sincs. Az elhangzott információk, panaszok, tünetek alapján az egészségügyi szakképzettséggel rendelkező mentésirányító dönt arról, hogy milyen segítséget küld a betegnek. Egyébként elutasítani a beteget, hiba. Tehát az elutasítás az hiba, hogyha ez így történt, akkor ezért felelősségre vonnánk a dolgozót, hogyha ezt valaki bejelenti nekünk. Az lehetséges, hogy mi orvost küldünk hozzá.
illetve mi kiküldjük a mentőgépkocsit, esetkocsit vagy rohamkocsit, hogyha szükséges. Tehát elutasítani nem szoktuk a beteget, ez nem jó eljárás, nyilván a beteg kiszolgáltatott, nem tudja hova telefonálni. Ilyen szempontból is fontos lenne az, hogy a kerületi orvos ügyeletek itt Budapesten a mentők irányítása alatt dolgozzanak, és akkor, hogyha nem indokolt a mentőküldése, akkor kiküldjük a házi orvosi ügyeletet. Ez lenne az optimális, nem? Így van, és ez a jövő, egyébként erre haladunk most már az ország körülbelül felében, az országos mentőszolgálat diszponál a helyi orvos ügyeletek fölött, és akkor nem a betegnek kell össze-vissza telefonálgatni, hanem mi indítjuk oda az orvost, hogyha nem indokolt a mentőküldése. Tudsz mondani nekünk egy számadatot most Budapestre vetítve, hogyha azt tesszük, hogy mondjuk a környékkel együtt 2 millió lakos van, akkor hány mentőautó jut? Igen, körülbelül 140 mentőautó látja el a betegeket. 2 millió ember. Ez kevésnek tűnik laikusként. Igen, néha a gyakorlatban is kevésnek tűnik, éppen a közelmúltban erősítettük meg, amennyire tudjuk. Ez kevésnek tűnik, vagy kevés? Tessék? Kevésnek tűnik, vagy kevés? Vannak időszakok, amikor elegendő, vannak időszakok, amikor kevés, de hát ezekre az időszakokra kell felkészülnünk, amikor éppen kevés, úgyhogy ezúton is szeretném mondani így a rádión keresztül, hogy szívesen várunk szakembereket a mentőszolgálathoz, mert sok esetben humán erőforrás hiány miatt nem tudjuk elindítani az összes mentőautónkat, tehát mentőápolót, gépkocsi vezetőt, mentőtisztet, mentőorvos nagyon szívesen fel. Hát nyilván, ha ez a fajta munkakör, ez fizetésekben is megfelelően lenne kompenzálva, akkor nyilván nem lenne emberhiány, nem gondolom így én. Van, tehát, hogy itt azért van, az, hogy keres valaki 100-120 ezer forintot, hát nem biztos, hogy nem talál egy jobb másodállást valahol, ami nem szívesebben csinál, de mégis mondjuk el tudja belőle tartani a családja. Ami lelkileg, fizikailag egy megterhelő munka, azért ezt tegyük hozzá. Hát hogy nagyon megterhelő, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, így van, és jó lenne azt érezni, hogy azért ebben a társadalom támogat minket. Persze ezért mi is tenni szeretnénk, hogy egyre jobb legyen a magyar mentőszolgálat működése, viszont azt várjuk tőletek is, hogy egy picit többet számoljatok be a pozitívumokról. Igen, de ahogy mondani szokták, nem egymásra haragszunk, hanem egymásért haragszunk. Igen, meg hát most igen, szóval, hogy alapelvárás, tudod, tehát most a pozitívumként, hogy odaértetek, szóval nektek pozitívum, nekünk betegként, bajba jutottként alapelvárás, nem? Tehát ugye te is máshogy látod, hogy mi számoljunk be arról, hogy odaértetek. Én meg azt mondom, hogy ha én ott szem, hát érjetek oda, mert ez az elvárható minimum, hogy fizetem a TB-t, jöjjön ki értem egy mentő, nem? Tehát, hogy igen, csak akkor a végeredmény mégis csak az, hogy még egyszer elmondom, hogy a 2 millió évi esetből arról az 5-ről fogunk beszélni, amelyik esetleg visszaélés gyanús vagy hiba gyanús, ez szerintem megint csak egy torz tükör, tehát a sajtó szerintem ennél többre is képes. Hát nyilván persze, csak ha tendenciózusan ez többször mutatkozik, hogy körbeviszik, nem fogadja be a kórház, egy órát utaztatják, nincs ott igen, a mentő, balesetet szemben. Itt a tendenciát a média dönti el, hogy milyen esetekre vadásznak, milyen eseteket szeretnének közölni. Tehát nincs több ilyen esetünk az elmúlt évekhez képest. A médiában jelenik meg többször, de még egyszer mondom, nem az a cél, hogy eltitkoljuk a hibákat, nem az a cél, hogy ne beszéljünk róluk, de hogyha beszélünk, akkor menjünk le a mélyére. Egyébként most éppen az Indexen jelent meg tegnap egy nagyon komoly cikk, mindenkinek ajánlom, hogyha érdekli. Ezt olvastam, én is innen tudtam ezeket az eseteket, összeszedték, hogy tulajdonképpen miért késik a mentő. Akadályoztatás, ugye lassan veszi át a kórház, talán azt is említették, hogy 10 perc lenne a jó, hogy mondjuk a mentős kezéből kiszedik a beteget, és amikor órákat várakoznak, hogy végre le tudják adni, és igen, fölöslegesen a mentőautó tulajdonképpen ott veszteg el, ahelyett, hogy már 3 helyre újra ki tudna menni, mert a kórház lassú, nem fogadja be, nem veszik át a beteget, és ez nonsense egyébként. Vagy amikor 6 helyre utaztatják körbe. Nem? Hát így van, erről szó van benne. Sok minden másról is. Én azt tudom ígérni, hogy most a mentés irányítás fejlesztési programja például az azt jelenti, hogy kevesebb lesz a szubjektív elem a döntésekben. Ugye az egész beszélgetés abból indult, hogy a diszpécser minek alapján tudja eldönteni. Nos, most már kérdezési protokoll mentén fogják a döntéseket hozni a bajtársaim, de ez sem fogja azt jelenteni. De eddig ez nem így zajlott, eddig ez egy szubjektív döntés volt, hogy hallgatja és eldönti. Olyan értelemben szubjektív döntés, hogy a kinyert információkat ő szakmailag, tehát a képzettsége alapján értékeli, hogyha az értékelésben valamilyen kétsége merül fel, akkor van egy supervisor, tehát egy diplomás szakember, aki ezt a döntést segítheti, de ennek a felelőssége az mégiscsak a mentés irányítója volt. Tehát ez a kérdés is elhangzott mondjuk 10 perc ezelőtt, hogy ki a felelős azért, vagy kinek lenne abból baja. Nos, hát természetesen első körben a betegnek, hogyha rosszul döntenénk, és ez a lényeg, ez a probléma, de természetesen a mentés irányító is utána a szőnyeg szélére áll, és a szőnyeg szélére állás az jelentheti első körben azt, hogy elbocsátjuk, de jelentheti második körben azt, hogy akár a bíró
bíróság előtt is a döntéséért felelősséget kell vállalnia. Na ezt a felelősséget egy kérdezési protokoll, tehát egy checklista azért jelentősen csökkentheti, miközben a döntések is valószínűleg. Most egyébként milyen szakképesítésük van a diszpécsereknek? A segélyhívást közvetlenül fogadók rendszerint mentőápoló képzettségűek, ugyanabban a helységben a munkájukat felügyelők pedig mentőtiszti vagy orvosi diplomával rendelkeznek. Tehát áll a supervisor a háta mögött, és ha nem tud dönteni, akkor ő hátra szól, hogy itt van egy eset, menjen vagy ne menjen mentő, és akkor még valaki segít. Általában áll, bár ülni is tudna, de annyi hívásunk van, hogy általában mozog az asztalok között. Aha. És akkor most lesz ez a checklista, ami alapján végig kell menni, az olyan, mint amikor a kapitány beül a kokpitbe, és végig megy egy listán. Tehát ezeket kell majd kötelezőszerűen végig kérdezni? Így van, most már az ország több megyében is ez a checklista alapú mentésirányítás működik, teszteljük a rendszer, de nem csak ezt a rendszert teszteljük, hanem mentésirányítás egész számítógépes rendszerét, ami már tulajdonképpen hónapok óta készen van, csak nagyon óvatosan vezetjük be, mert ahogy te is említetted, ez egy olyan szolgáltatás, ahol az emberek alapvető életbiztonsága a tét, tehát ne fordulhasson elő, hogy mondjuk lefagy egy új rendszer, és akkor ezért betegek halnak meg. Tehát párhuzamosan, óvatosan, modulonként vezetjük be az új mentésirányítási rendszert. Úgy látom, hogy ennek az évnek a közepére mindenhol lesz fog működni, és az a cél, hogy mindenhová előbb érjen ki a mentő és a megfelelő szintű mentő. Te egyébként még hány mentővel aludnál nyugodtan? Tehát ha mondhatnál egy számot, hogy te mondjuk még hány mentőt szeretnél, amivel nyugodtabban aludnál, mert halljuk azért ez a 100, ugye hát azért ez nem egy megnyugtató szám, nyilván ti mindent megtesztek, és senki nem vitatja. De mondjuk, ha te mint mentésszolgáló mondhatnál egy számot, amivel te mondjuk ma este már nyugodtan feküdnél, mert mekkora szám lenne, vagy mit mondanál? Nézd, azért, miközben a te oldalról nyilván érthető a kérdés, jól hangozna egy szám, mondhatnám azt, hogyha mondjuk ennek ötszöröse lenne, akkor nyilván alig fordulna elő, vagy nem fordulhatna elő ilyen esetben. Ezt nyilván is felméritek, mondanám, nem? Hogy előfordulhat sajnos még a leggazdagabb országban is, említetted azt is, hogy a mentőállomás itt van a sarkon, mégis 20 perc alatt ér ki a mentő. Ennek az a magyarázata, hogy a mentőállomásról a mentőautó kimehetnek egy beteghez, akkor a mentőállomás üres, és csak távolról lehet indítani kocsit. Ez a legfejlettebb országban is így van, előfordul az, hogy ők is kicsúsznak a 15 percből, sőt a 20 percből, 25 percből is, hogyha egy körzetben véletlenül egymás után sok baleset történik, vagy nagy balesetek, rosszul létek egyszerre, akkor messzebbről és később ér ki a segítség. Most jól elkerülted a választ. Én nem kerültem el a választ. De nem mondtál számot. Nem tudok olyan számot mondani, aminél teljesen ki lehetne zárni azt, hogy a mentő mondjuk a... Nem is a kizárt, persze, nyilván, hogy hiba bármikor becsúszhat. Tehát ez kizárni nyilván teljesen nem lehet. Tehát a rendszer lényegéből adódik, hogy nem lehet teljesen kizárni. Én akkor aludnék nyugodtan, hogyha erre nulla esély lenne. Na de hát nulla esély meg sehol a világon nincsen. Így aztán én mindig ezt is tudom. Nem véletlen lettél te szóvivő, Pali, azért. Nem véletlen vagy te szóvivő. Anikó. Én alapvetően mentőápoló voltam és mentőtiszt voltam, tehát azért azt is hozzá kell tennem, hogy 20-valahány éven keresztül dolgoztam a területen, sőt a mentés irányításban is, úgyhogy higgyétek el, hogy több oldalról is próbálom látni és láthatni ezt a problémát. Hát végre egy olyan szobiba, aki tudja, miről beszél. Igen. Anikó nagyon fontos szakmai kérdésével búcsúznánk. Milyen számot kell hívni, hogy a Györfi Pali jöjjön ki? Most már gyakorlatilag nulla az esély, úgyhogy nagyon sajnálom. Köszi, hogy itt voltál és itt segítettél nekünk. Köszönjük szépen, köszi, én Györfi Pált hallottuk. Ciao, hello, hello. Hát védte, amit védeni kellett. Persze, hát itt senki nem a mentősök munkáját vitatja, hanem az, hogyha nincs elég forrás, akkor ők ebből tudnak építkezni. Nem? Tehát ez teljesen egyértelmű. 3:10 lesz pontosan egy perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 múlt pontosan 5 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Szóval egy hölgyről, Eszterről, aki baleseti sebész volt, jelenleg pedig fizetés nélküli szabadságra ment, hogy rúttáncolhasson. És arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes az, amikor az embernek van egy állása, és ugye kell vállalnia egy másodállást, vagy éppen, hát nem is biztos, hogy az érdekes a jó szó, mert hogy rászorul, vagy hát kell neki még a fizetés kiegészítés, és csinál valami teljesen mást, ami az alapszakmájától hát nagyon messze esik. Hát Eszter nem ezért vállalta, ugye, hanem az élvezet, plusz igen, az otthoni műsor, de nagyon sokan jelentkeztek aztán, akik nyilván pénzügyi okokból választanak másik szakmát is. Igen, kiderült, hogy hallgatóink között nagyon sok a sokoldalú hallgató. Nappal ez, éjszaka az, délután ez, reggel az, tehát hihetetlen, miket csinálnak a hallgatóink. Erről beszélgettünk, valamint arról, hogy milyen szörnyű lehet az, amikor az ember egyetlen egy számon bukja el a sok-sok milliárd forintot, és kerestünk olyan hallgatókat, akiknek majdnem megvolt az ötös, majdnem megvolt a hatos, de mégiscsak pár százezret nyertek, ahelyett, hogy pár milliárdot nyertek volna.
arról faggattuk őket, hogy ebben az ember kicsit belerokkan, vagy inkább azt nézi, hogy hát azért így is nyertem pár százezeret, bár nem leszek milliárdos. Így van, de most mennünk kell, mert öltönünk egy szelvényt. Igen. Beszélgettünk Leventével, ő 2,5 éve nyert a 6-os lotton 495 ezeret, ötöse volt, a 6-os 2 milliárd 700 millió lett volna. Elmondta, hogy milyen érzés az, amikor az ember ezzel szembesül, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Egy perc múlva pontosan 10 óra, hívhatjuk a naphallgatóját már is. Csabi, hello, közben jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság, jó vagy? Nekem is van másodállásom. Mit csinálsz? Énekelek. Ha még nem mondtam volna. Én azt hittem, hogy ez a másodállásod. Foglalt. Jó, addig mondd el a zenéket, Csabi, remek zenék? Hozok nektek most egy régit, mert tudom, hogy szereted a régi klasszikusokat. Nagykorú lett ebben a hónapban a Depeche Mode-nak az It's Not Good. Oh, az Ultra jó. Albumról. 18 éves. És még mindig mennyire jó. Az nagyon jó kis, de lejátszod? Le. Király. Az jó. Azt hittem, azt mondom, nem játszom le. Eszembe jutott, hogy 18 lett. Mondom, lett az egy jó kis ezt is tudom. Na. Meghallgattam reggel, nagyon tetszett. Morning Show. Az bizony. Így van. Yes, oké. Okay. Itt aztán minden van, várjál. Most a gyomjál még, adjál most neki. Most aztán elindultunk. Hello. 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 Gáltam az útszélén, mert annyira bíztam benne, mert mindig olvastátok, úgyhogy nagyon örültem neki. És mi indult el? Mindegy, lehúzzuk. Figyelj, hogy megálltál az útszélén? Aha. Igen, megálltam, mert képregyben olvastátok, és mondom, hogy lehet, hogy benne van az esély, meg kell adni. Most már árul, de hogy mit olvastunk. Hát az a búcsúztatós. A búcsúztató, ja, igen. A búcsúztató szellemes volt. Ugye beszéltünk egy hölgyel, aki elmondta, hogy egyébként ő biztosítási ügynökként, vagy ügyvezetőként dolgozik, és közben búcsúztat. Te pedig azt érted, hogy Tamás jó ember volt, nagy űrt hagyott maga után, de hagyhatott volna akár egy kis pénzt is. A szertartás után jobbra a kisasztalnál életbiztosítások köthetők. Ráfűzve arra a hallgatónkra, aki elmondta, hogy milyen érdekes másodállása van. Így van. Na jó, van, te vagy a naphallgatója, és... Szuperek vagytok, köszönöm. Egy szép kis ajándékcsomagot adunk neked. Jó? Nagyon köszönöm, Bazi, szuperek vagytok. Köszönöm. Örültem nagyon. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. További szép napot. Hello, hello. Hello, hello, hello. Jó van. Csabi, elmondtad a zenéket, egy kis Depeche Mode. Oké, 10 óra múlt, pontosan 1 perccel, ha valaki szeretne Csabitól dalt kérni, 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Hello. Ciao. Ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.